Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Hát jó reggelt. Jó reggelt mindenkinek. Hétfő van, gyerekek, itt vagyunk, támadunk, és nagyon-nagyon hideg van. Nem rémizgetés, nem arról szól, hogy gyerekek, egyből elvegyük a kedvét. Mennyit mértetek? Én -3-at mértem, mikor indultam. És én 0-1 fokra melegedett, mire ide értem. De az csak a motorhője miatt. Az csak a motorhője kicsit szivárog, és megviccelte a hőmérőt az autóban. Hát nem mondom, hogy jó idő van. Nem kellemes. Imádnám, a garázsból olyan tudnék indulni. Akarod, hogy meséljek a fűtött garázsról? Ma jó érzés. Hát az valami csuda, hogy nem csak megrekedt a levegő. Még a nyárról. Minden, gyerekek, minden. Nem tud, hát szelel. Mindent az ember gyerekeiért. Ha ők békésen alszanak, kényelmesen alszanak, és nem kelnek föl, akkor én már vettem egy liter VD40-et, és már lefújtam, nem segített, úgyhogy semmi nem jó. Semmi nem hiszem. Jó érzés garázsból indulni? Isteni, hogy beülsz, és nem hideg az autó, és azért is jó, mert hamarabb fölfűt, tudod? Hát sokkal hamarabb, persze, mert meleg a motor. Te minusz 4-ről indulsz, én egy 20-ról, 18-20-ról. Egész más. Viszont nem volt nagy forgalom, legalább cserébe azt kaptam, hogy hamar ide értem. Köd az volt. Mert az most a városban is akkora, a felüljáró volt. Az M3-asnál, az így nem látod a végét. Mentem be, mondom, mi az Isten van itt, eltűnt, de nem megvan. Brutál köd. Megvan, csak nem látod. Igen. De minden esetre ez már tényleg az a hőmérséklet, hogy kivész megérzés, és na, ezt meg kell néznem a telón, hogy ez hány fok. És mínusz, ez szerintem most a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet, amit az utóbbi hetekben mértünk. Hát biztos, hogy van hidegebb is itt Budapesten, abszolút, igen, nekem is a -3, de szerintem ez máshol talaj mentén, völgyzugolyban. Mi szoktam mondani, hogy szélmentes övezetben, vagy mit mondanak, van erre ott mindig, az. Hogy szélcsendes. Szélcsendes részeken ez -8, -10 is lehet egyszerűen. Mélyföldeken, így van. Na, milyen volt a hétvége? Halloween party, mindenki halloweenozott, gyerekek jöttek, mentek, csokit vagy csalunk, volt valami? Volt majdnem. Csokit, csalunk, vagy benyomjuk az ablakot, egy macska kő. Nálunk majdnem tömegverekedés, fulladt a Halloween party. Csak a szokás. Én nem értem, hogy miért nem fogadjuk már el, ugye onnan indult a dolog, hogy ez nem magyar ünnep. Ja, Istenem. Így kezdődött a történet, elmesélem nektek, mentem, mert Velencén voltunk még hétvégén, nagyon jó idő volt. Mondom, kirándulunk, srácok, meg akkor Halloween party, és megleptem a családot, mentem itt kifelé, hogy mentem az M1-M7-en egy ilyen nagy bevásárlóközpontban, van egy kisbolt benne, bementem, és bevásároltam mindenféle jelmeztől kezdve, tudod, balta a fejbe, kés átmegy a fejeden, ilyen marha jó. Nem adtak számlát? Nem, hát figyelj, hát volt egy kis nézeteltérés. Nem is láttam a híradóban híreket. Így bele tudod rakni a hajadba egy hajpántal, egy baltát, és úgy néz ki, mintha valaki fejbe van. Nagyon jó cuccokat vásároltam, és jövök ki, és egy ember ott áll, de a bolton kívül. Maga minek költi erre a pénzét? Ja. Oh, Istenem. Mondom, végre megtaláltál, péntek dél van. A Velence? Ez még nem, még csak az M1-M7 kivezető szakaszon. Mondom, végre megtaláltál, péntek dél van. Kicsi szívem, hát itt a hétvége. Miért nem foglalkozom valami mással? Persze, rúgjál belém. Nem, és miattatok van az egész. A Valentin? A Valentin nap az egyik? És ez a másik, hogy ez a szemét kapitalisták, és már volt minden, és mondtam, hogy fél, szerintem ne vitatkozzunk, te mész ahova akarsz. Nem jött az, egy Krisztus is zsidó volt, minek karácsonyozunk, nem mentünk el odáig. Idáig ne vitattunk el, csak a Halloweenba kötött bele, és és a Valentin napba, ebben a kettőbe. De aztán nagyon rövid úton én mondtam, hogy jó, én erre nem érek rá, sietek, úgyhogy megyek. De hogy mi nem tudjuk elfogadni azt, hogy vannak, akik szeretik ezt. Van két gyerekem, aki imádja a tököt faragni. Imádja, hogy becsöngettek mindenhova a környéken, és elkezdtek ordítani, hogy adjatok csokit, vagy ijesztgetünk. Adtak csokit, mindenki örült. Hát miért nem férünk el a világban? Hát, hogy gyerek szeretné egy picit jól érezni magát, egy picit játszani, egy picit körbe menni, gyűjtögetni egy kis édességet, beöltözni. Nekik ez a vicces, persze, jó. Ja. És ez nem azt jelenti, hogy nem tiszteled az elhunytakat, meg akiket szerettél, de már nincsenek itt, érted? Hanem egyszerűen valami bejött ezzel együtt, egyébként sem amerikai, nem kelta ünnep, ugye? Tehát, hogy egy picit régebbre datálódik a dolog, mint ahogy azt mi gondoljuk. Hát ez van. És attól mi még gyújtottunk gyertyát tegnap este, meg majd a gyerek is fog érteni. Hogy... Ott voltam nálatok, szombaton Velencén, nem tudtam, hogy ott vagytok. Ja, nem, ott voltam, azt hiszem, hogy ott voltam nálatok jelmezben. Én voltam az a túlkoros gyerek. Voltál az a kisgyerek, akinek
mindenki átabalta a fejbe. Igen. Nem, ott az nyaraló előtt tettem le az autót, mert félig megkerültük a Velencei tavat, na, csak aztán eltévedtünk. Úgyhogy nem, olyan kihalt volt már az a rész, hogy én most már nem láttam se autót, minden zárva volt, hát eszembe se jutott. Csendes. Ugye, csendes volt az már nagyon. Csendes a park, de mi is kirándultunk egyébként szombaton is, meg vasárnap is. Most jó egyébként. Meg ilyenkor felék is hátulról mennek be, amikor már nem fizetnek a kettőért. Sose fizetünk szeptember szombaton, együtt. Szombaton délután 2-kor megérkeztem oda gyermekemmel, letettem az autót. Lementetek Brinyivel? Lementünk kocsival, és akkor onnan mentünk bringával. Meddig jut, hol volt a tévedés? A pákozdíj pihenőhely a tankhoz még fölmentünk, ahol a tank van, és ott legurultunk, és rossz irányba indultunk. Rossz irányba indultunk. Ugyanis a pákozdíj részről, hogy legurulsz, ott lehet balra menni, vagy jobbra a betonúton. Igen. És ha a tavat kerülöd, akkor elvileg nem balra kell menni, és én azt hittem, ott már vége a tónak, és mi elindultunk balra, legurultunk azon a lejtőn, eljutottunk, ami Halászcsárnához a végig, és ott mondták, hogy a zsákutca, ez nem jó. Igen, ott vissza kellett volna menned a hegyre, és jobbra. Visszamentünk a hegyre, na ott a gyerek mondta, hogy na most már hagyjuk ezt abba, mert ez most már egyáltalán nem vicces, kapitulálsz. Úgyhogy egy 10-szer megmászni az egyébként, tehát adom, ez a Benny, ez a pont. Igen. Azt, apa, ezében már másodjára megyünk föl, az egyszer is egy ilyen 5-6 éves gyereknek. Brutálisan föltekert, igen, és utána legurultunk a már egy másik oldalán, onnan vissza még egyszer, és akkor mondta, hogy nem, akkor menjünk. Úgyhogy a 30-ban, mennyi a tó körül? 30? Hát 28-29, abból egy a 21-et sikerült a kerülővel mindennel együtt, úgyhogy végül is a két fél kör az majdnem egy egész kör lett kis túlzással. Jó az. De az becsületére legyen mondva, letekert a szépen. 21-et letekert. Igen, mert már másodszorra már nem él meg az érvelés, hogy de lefelé lejtőbb. Igen. Fölmegyünk. Most fölmegyünk, picit elos, de utána vagyunk. Hú, hogy fogunk menni? Szegény. Úgyhogy bírta, mert abszolút jól ment, csak elmaradt a tókerülés, okozta katarzt is, ezért egy ilyen fél tókerülés volt. De hát utána ott volt a pákozdíj lejtő lefele, ugye utána meg csak egyenesen visszavég az autóig. Úgyhogy nagyon szép a hely, meg sokan voltak, sokan brigáztak, csak nem tudtam, hogy ott jobbra kell menni. Ott ennyi, hát legközelebb majd akkor jövőre. Most már tudod, hogy ott egy jobbost kell venned. Igen, az a baj, hogy ilyenkor a második körre már viszonylag nehéz a gyereket rávenni, mert benne ez marad tavaly. Meg. Igen, na, visszamegyünk, megkerüljük. Másnap is jött volna, csak nagyon köhögött. Már jött volna, simán jött volna. Tehát másnap már benne ez egy jó emlék volt. A vége felé egy 19-20-as már kicsit azért úgy megfáradt, de bírta, tehát hogy becsületére legyen mondva, ez volt az első nagyobb túra, amit mentünk, és így zokszó nélkül lettek. Hát én kicsit sajnálom, hogy nem tudtuk megkerülni a tavat. A jövőre, nyugalom. Gondolom a másik rész, az már nem olyan szép az úton jön. Jó? És úgy csináltak meg a bringa utat, hogy lejön a tópartra. De jó. Mert ahol te most mentél, az ugye ott az evezős pálya mögött megy. Igen, az beton úton megy, fölmész a hegyre, így van. A hegy tetején van egyébként egy arborétum, az is jó hely. Lemész Pákozra, még ott sem megy a tó körül, és utána a másik oldalon jössz a tópartra. Ott jössz a tó mellett. És az gyönyörű most végig. És most azért jó, mert nincsenek ugye fürdőzők. Nem voltak fürdőzők, sok bringás volt, úgyhogy nagyon jó volt. Mi is most nagyon rajta, hogy veszünk egy ilyen kis cuccot, amivel le tudjuk vinni a három bicikli. És elmentük ott, és a hétvégén nézelődtünk, és hát szenzációs sztorikat mesélt a kereskedő. Hát mondja, hogy elképesztő jók vannak, hogy mit tudom én például olyan. Kérdeztem, hogy is nem kell félni attól, hogy lelopják. Á, de hogy is nem. Hogy ne kellene. Azt mondja, hogy a tetőcsomagtartóval együtt szokták leszedni. A bringát. A bringatartót, vagy a boxot, a tetőboxot, és azt mondja, hogy annyira jól van fölrögzítve, hogy nem azzal foglalkoznak, hogy levágják mondjuk a tetejéről ugye magát a tároló részt, hanem a csomagtartót szedi le. Azt mondja, hogy volt olyan mindegy, hogy milyen állampolgár, aki bement hozzá a márka kereskedőhoz, hogy szedje már le ezt róla. Mondta neki, hogy na, az kemény. Persze, majd nyilván majd még büntetésed is leszek abban. Látszott rajta, hogy egyszerűen a tetőtök csomagtartó szépen le volt vágva, a bilincsek rajta voltak, még fogták az eredeti tartót, mert azzal nem tudott mit kezdeni, aha, de a tetőcsomagtartót lesz. Most mondod, hogy megvetétek a vonóhorgot kb. 2 hete, hogy vegyetek egy bicikli csomagtartót. Igen. Mennyi ideig szülitek meg ezt egy ilyen biciklit? De látok, ez egy mekkora sztori, hogy tavasz? Nyárt, mikorra derül ki, hogy milyen? Nem, ennek egyéb praktikus okai vannak, amik nálunk azért szempontok szoktak lenni, hogy költségszámla és az én. Bemegy a szeg, van csomagtartóra, vonóhorogra szerelhető, megveszünk, 4 állásos, bemész, megveszed. Nem, mondták, hogy erre a hónapra is kell a költségszámla, úgyhogy ebben a hónapban veszünk meg inkább. Mert megmarad, mert 2 hete vagy 3 hete mondtad, hogy már vettél vonóhorogot azért, hogy föl tud tenni a biciklit. Most elmentünk, megnéztük másik helyre, ott is megnéztük, még földobtunk egy pénzt, és
tetőcsomagtorlató legyen, vagy vonóhorogra szeretem, még mindig nem döntöttük el. Tehát, hogy ez nektek azért egy ilyen... Nem vagyunk egyszerűek. Megszülitek, nem? Hogy akkor... Mindenféle szempontoknak érvényesülnünk kell. És most... Mik a szempontok az áron kívül? Tehát, most az volt az alapvető szempont, hogy amit tudtunk volna venni a mi autónkra, az egy ilyen merev szerkezet, nem összecsukható, és nem tudjuk lekapni és berakni a kocsinak a csomagtartójába, és most kijött egy olyan modell ettől a cégtől, amit nem mindegyik autóra jó, tehát ugye milyenkre nem feltétlenül jó, és nálunk kettő jöhetett szóba, volt egy merev szerkezetű, az egy nagy, komoly, széles, viszont ő azt mondta, hogy ha adott esetben olyan helyre megyünk, ahol közbiztonság mondjuk nem 10 pontos, akkor ott érdemes lekapni, aztán berakni a csomagtartóba. Igen, van olyan. Összeállítható, azt vonóhorogra rakható ugyanúgy. De mondom, a mi autónkra, a mi autotípusunkra az nem annyira jó. Az nem annyira jó. De hát az a vonóhorogtól függ, nem? Vagy mi a típus? Vagy itt túl mi a típus, de milyen? Hogy miért nem rakható föl? Hát ez csak simán a vonóhorogra rakod, nem érte az autó sehol. Igen, de most az sem mindegy, hogy hány kerékpárt, nekünk 3 kerékpárt kell rárakni, meg mondom, mindenféle egyéb szempontok is szóba. Na jó, hát akkor lesz szakkör nektek ez. De én sem most mondom, hogy jött belőle egy ilyen kis kompakt típus, amit össze lehet csukni, ez egy ilyen vadonatúj sztori, felnyújtod szépen a csomagtartót, begórod, visszacsukod, az kész. És nem kell attól félned, hogy visszamész, és akkor és ott volt a vadonatúj kerékpártartó. Csácsa, vissza. Én 3 éve vettem összecsukósat, úgyhogy nem tudom, ti miért. Jó, hát a fogod egy T-alakot tudsz belőle kihajtani, vagy egy L-alakot, és amikor leveszed a csomagtartót, akkor szépen amin rakod a 4 bringát, azt visszahajtod, és egy lapot beraksz a csomagtartódba. Igen, de a mi autónk azért picit kisebb, mint a tiétek. Na mindegy, engem még sose lopták le, pedig csak egy 16-os, nem tudom, milyen kulcs kell hozzá. Én mindig rajta vagyok, most is rajta van. Azóta rajta van. Igen. Itt van kint, azóta rajta van. Nézd meg nekem, milyen van itt van rajta. Az jó. Csak úgy állok a témához, hogy egyszer lopják csak le. Hát, letudják, mert hogy fog egy 16-os, 18-as kulcsot, letekerés, elvittem. Tehát ami vonóhorogra rakható, azt nem tudom. Tudod máshogy rögzíteni, hogy ne vigyék? De ezeken úgy van, hogy ugye külön kulcsal rajta, külön kulcsal zárható, stb. Tehát, hogy minden egyes eleme egyébként külön kulcsa záródik. Aha. Az már nagyon meleg oda menni egy vadidegen autóhoz megpróbálni leszerelni. Biztos lehetsz benne. Van olyan ember, aki ezt megpróbálja. Én most 2 nap alatt nagyon sok helyen parkoltam, egyelőre fönn van. De annyira lusta vagyok, hogy fönn is. A legjobb lenne, ha itt vinni el valakiben. Hátul az őrzőt parkolóban. Most, hogy hallottak. Kimész. Mi van? Vigyétek, gyerekek, hogy törjön a kezetet. Hagyjatok meg. Ha tekerjétek le. Tekerjétek. Vannak emberek, akik nem riadnak vissza semmitől, ahogy ez a melléket sztori is mutatja, amit a srác mesélt, hogy a csomagtartóval együtt is leszedi a kocsinak a tetejéről. Hát ez kemény. Ez kemény. Na jó, ma mutatjuk a pénteki adásunk ismétlését, hogy mi volt, azt mondja, hogy mi volt, hogy mondtuk meg a gyerekeinknek. Hát én most erre már nem emlékszem. Mit mondtuk meg a gyerekeinknek pénteken? Ja! Aha, igen. Szóval a témánk az volt pénteken, hogy hogy tudtuk meg, és ki hogy tudta meg, hogy gyereke lesz. Nagyon sok hallgatói SMS-t küldtünk. Mind a két oldallal foglalkoztunk, hogy a csajok hogy mondták el pasiuknak kicsit félve a fogadtatástól, illetve a pasik, hogy mikor és miképpen tudták meg, hogy gyermekük lesz, ezzel foglalkoztunk. Úgyhogy jön az ismétlés, aztán jövünk vissza még az ismétlés után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan. 7 óra játszunk, itt van a játékosunk, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Halló, Andi, honnan hívtál minket? Szombathelyről. És kivel szeretnél játszani, drága Balázs. Andi? Balázs. Igen? Igen. Ezt így egyből, így hétfőn egyből ugorjunk egymásnak? Igen. Jó, hát legyen ez így, Andikám, hát te választasz, akit szeretnél. Igen. Jó, mehetünk? Igen. Igen, mikor kezdünk? János mondja, hogy mikor kezdünk, okay. És megkezdünk is. Akkor húzzunk bele, nagyon figyelsz? Gyorsan, mert sietünk. Na figyelj, Jani. 3, 2, 1, fire! Itt vagyok, Andi. Hogy telt a hétvégéd? Mesélj picit. Köszönöm szépen, nekem nagyon jól telt a hétvégém. A mai reggelem már kevésbé, ugyanis éppen a vasalással küzdök. De mit vasalsz?
a munkaruhát, családnak a pólók, egyéb ruházatok. Utálok. Utálsz. Balázs, szeretnék kérdezni tőled valamit. Gondoltam. Akarsz kérdezni? Szeretnék. Kérdezzél. Az lenne a kérdésem, hogy emlékszel-e rám? Persze. Jó, mert... Hogyne? Hát ne butáskodj. Persze. Hát reméltem is, ugyanis valamikor valamiben én voltam neked az első. Ez, erre én emlékszem. Így van. Aztán sokáig nem tudtam még leülni. Ah, nem tudtam még leülni. Ügyes vagy, Andi, szép volt. De hülye vagyok, elpoénkodtam. Szép volt. Miben voltál az első? Hát volt jó pár évvel ezelőtt itt Szombathelyen egy roadshow, és én akkor ugyanerre a játékra jelentkeztem. Igen. És az volt a lényege, hogy ti bennültetek a stúdióba, én a stúdió előtt álltam, és még nem is tudtad, hogy velem fogsz játszani, de integettél, nagyon kedves cuki voltál, és mondtad is, hogy hát ilyen játékod még nem volt, és nekem ez azért is emlékezzetek, mert ott volt a Viki, és ő nagyon szorított nekem, és ő egy annyira cuki egy csaj, és boldog voltam tőle, úgyhogy van közös képünk is, meg minden. Vikivel van közös képen? Az menő. Igen. Na, jól van. Nagyon-nagyon édes kis csaj. Te is az vagy, de ő is. A Balázs is édes kis csaj. Ketten meglátogatunk. Egyszerre ketten meglátogatunk majd. Igen, én is édes kis csaj vagyok. És ha édes kis csaj vagy, és te is, te Viki is nagyon édes. Jó, akkor jöjjön a Viki, a Balázs, meg a két kis picur is. Jó, nem, jó, nem, a picurok nem mennek, mert Balázs meg a Vik csak azért megy, hogy a képet meg a másolatokat is megszerez. Minden. De a bögrémet nem kell visszaadni, ugye? Nem. Andika, ügyes vagy, puszilú, megvan az ajándékcsomagod. Nagyon szépen köszönöm, Balázs, meg a többieknek is, és mindenkinek szép, meg vidám napot kívánok, meg hetet is. Hát ezután az lesz. Köszi, ciao. Sziasztok. Puszi. Hello. Hát, volt benne lendület. Volt benne vitamin, rendesen. Andiba. Igen. Kíváncsi vagyok, milyen fejük lenne, hogyha valaki egyszer így telefonálna, vagy valamiben én voltam neked az első, és 12 éves már a gyerek. De az milyen durván. Utána valószínűleg kimondanám a tiltott szót. Meglepődnék, igen. 4 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 10 perccel jó reggelt. Kívánom mindenkinek Pink próbált mindenkivel él. Pinkő volt, magyarosan Pinkő. Hagyjam Pinkő. Pedig megnyomtalak, nem tudom mi van, pedig nyomkodlak folyamatosan. Engem az éne, csak a gombot. Nyomkodlak folyamatosan, pedig videósan világítottál. Pinkő volt magyarosan Pinkő. És... Szögedi kis Pinkő. Így van. Na, szép reggelt kívánunk mindenkinek, hűvös a reggel, süt a nap, legalábbis itt Budapesten. Most már nem merem mondani, hogy az egész országban nehogy valaki ezt magára vegye, és azt gondolja, hogy miféle világ ez, hogy náluk szakad az eső. Egyébként joggal, én pedig ortibálok egy országos rádióban, és sütenem. Úgyhogy itt felettünk az Üllői úton. És ezen a héten még mindig marad a jó idő, ami egészen jó hír. Hideg lesz, köd lesz, de aztán ez felszáll, és továbbra is napsütéses, száraz, meleg időt mondanak a hétre. Most átböngésztem itt a hétvégéig? Hétvégéig, igen, aztán hétvégén már mindent ellep a köd, de addig egészen jó idő, meleg, és hát az évszakhoz képest úgy értem meleg, tehát 10-12 fok, ez egészen baráti. Mondjuk most én azt mondanám, hogy inkább a jövő héten legyen jó idő, mint ezen a héten, mert hogy a jövő héten ilyenkor már ott leszünk, gyakorlatilag 1 óra 12 perce. Debrecenben azt mondja, hogy a Csapó utca és a Rákóczi utca, igen, sarka. Hát vezessük azért ezt egy kicsit föl, hogy mit csinálunk mi ott Debrecenben, meg hogy miért megyünk. Ugyanis egy hatalmas roadshow veszi kezdetét, ugye? És ez egy egészen fura időpont, de mi nagyon szeretjük. És azért szeretjük, mert novemberben még sose voltunk, talán ezt azért mondhatjuk. Viszont szeretnénk már egy kicsit a Jézuskát előrébb hozni, a Mikulást egy kicsit előrehozni, és valakit vagy valakiket már megajándékozni több mindennel is, ugyanis rengeteg mindent lehet majd nyerni, de ami a legfontosabb, és ami a legnagyobb dolog, hogy jövő héten, pénteken, Budapesten valaki egy vadonatúj autót nyerjen! Ez igen, ez nem kevés! Egy vadonatúj autót! Még egyet nekünk! Taxival is van, nem csak kocsiban. Nem? Így van, autó! Ez az! Vadonatúj autó! Így van!
Topban. Azt is lehet majd. Minden lesz, gyerekek. De addig még nagyon sokat autózhatok majd ezzel a vadonatúj autóval, amit meg is nyerhettek. Ez is igaz. Így van, ébresztő! Tudjátok ki ő? Ő hangutánzó Pali, aki az a fekacsávó, aki utánozta a kakast, egy csomó állatot tudott utánozni. Milyennyire durva. Azért ez így ebben a formában elég ügyes. Én már vágnám. Na, szóval a lényeg, hogy jövő héten turnéra indulunk, így van, drága Morning Show hallgatók, mert hogy nem elég nekünk évi egy hét, elindulunk ősszel, és hát igen, szóval, hogy november van, november lesz, illetve pontosabban már november van, évvégére csúszott ez a turné, de ez nem baj. Ez nem baj. Már... Jól felöltözik majd mindenki. Van, mi is jól felöltözünk. De találkozzunk ám. Sapka sál, kesztyű. És megyünk Debrecen 9-én, vagy november, összefűztem a kettőt, ugye? Debrecen 9-én, novemberben leszünk, majd keresetek bennünket a novemberi főtéren. Szóval Debrecen, Pécs, Esztergom, Győr, Budapest, ezek a helyszíneink, ez úttal, és ezek közül Esztergom új helyszín. Tavasszal is voltak új helyszíneink, most is van új helyszínünk. Esztergom szűzek vagyunk még. Esztergom, nagyon örülök Esztergomnak. Egy ilyen kitelepülésünk volt, ha emlékeztek rá, novemberi. A november 11-e, annak idején 11-e, az már jó régen volt, de nagyon jó volt az is, és akkor most arra gondoltunk, hogy ne csak a budapestiek kapjanak egy ilyet, hanem menjünk egy jó egyhetes országjárásra, úgyhogy hétfőn indítjuk. Reméljük nem lesz nagyon hideg, de szerintem ezért az autóért egy pici kis zimankót érdemes bevállalni. Meg azért, hogy személyesen találkozhassunk megint. Bizonyám, ott leszünk személyesen, és megyünk, mondjuk majd a helyszíneket. A lényeg, hogy autót nyer valaki. Egy nagyon klasszul felszerelt, vadonatúj, 0 kilométeres, szalomból kigurulható autót. Szalomból. Hagyjad. Kigurultatott. A nyertes által kigurultatott. A nyertes által a szalomból kigurultatott autót visz majd haza, és pénteken derül majd ki, hogy ki nyeri meg az autót. Most mondjuk, hogy úgy van a játék kitalálva, hogy aki nincs ott a helyszínen, mert hogy nem tud ott lenni, mert mondjuk egy másik városban vagyunk, ők is kapnak majd esélyt, de erről majd egy kicsit később. Jó? Hogy kapnak azok esélyt, hogy a hallgatóink közül is kikerüljön egy valaki, aki ott lehet majd pénteken. Azt elmondjuk, minden esetre egyelőre kezdjétek szokni a turné helyszíneket. Meg ha eddig még nem kutattatok volna utánuk, akkor sapka sál, meleg zokni, jó? Az nagyon kell majd. Tényleg kell majd. Az nagyon kell majd, meg az forró tea. Valóban hideg lesz, igen. A kimeltek cseresznyézni, fiam, tél van című zicet küldték már el nekünk nagyon sokan, így van, tudom, sapka sár. Hát erre kell készülni, jövő héten. Bitank hideg lesz, ez egészen biztos, nem is akarjuk szépíteni a dolgot, de ahogyan is mondta, egy autóért, ez a dolog, ez megéri. Úgyhogy találkozunk a pécsiekkel, de régen voltunk. Fú, nagyon régen. Az Esztergomban még soha, Győr, Budapest, Debrecen, Budapesten ugye voltunk tavasszal. Debrecenben sem voltunk idén. Debrecenben, ugye? Nem voltunk idén, nem. Győrben sem voltunk idén, úgyhogy. De Győrben egyszer voltunk. A postás kitelepülésen, igen, ez egy más típusú kitelepülés. Most egyébként, hogyha azok, akik ott voltak, megint szeretnének jönni, mert megint szeretnének nyerni valamit, és ezúttal egy autót, akkor majd a bevásárlóközpont másik oldalára jöjjenek, mert ott leszünk. Igen, mondjuk majd természetesen a helyszíneket. De jó, én nagyon örülök neki, hogy végre elindulunk megint. Tök jó. Egy hét Szabi, nem? Igen. Otthonról. Ugye? Mert ugye, az ember vasárnap elindul pénteken, hazamegy, jó is az, irigyellek is, én ezt nem tudom megcsinálni, de hát jó is az. Mikor az ember kiüt egy hetet, nem? Hát mi is haza akartunk menni két állomás között, de nem megyünk át soha Pesten, tudod? Tehát, hogy Debrecen, aha, Pécs. Ja. Te se ingázol? Hát most... Benned bíztam, hogy te legalább ingázol, mint én, nem? Nem? Most te is lefűzöl? Kicsit pihenő, mondtam hogy családnak, hogy szóljatok, ha kell valami, akkor benézek. Elmentem turnézni. Iskolában nem jöttek. Na, gyerekek, én vagyok a... A Balek, én vagyok, nem, a csapatban. Te vagy, nem, a jó, te vagy a hős. Nem, Pécsen megyek, meg Debrecenbe is már vasárnap, de szerintem majd a Esztergom Győr között valamikor muszáj egy kicsit haza. Nagyon jó. Én azért is nagyon örülök nekem, mert idén ugye nem volt klassz nyár, az meg ugye tavaly előtt volt, és szerintem szenzációs volt. Imádtam, hogy szinte kéthetes rendszerességgel tudtunk valamerre menni az országba, szerintem fantasztikus volt, úgyhogy nekem egy picit így gyógyír a lelki sebeimre a település. Na, nézzük a közlekedési éreket, M3-as 48-as kilométernél. Bocsász, Balázs, a külső sáv lezárva Budapest irányában. Azt, hogy az 57-es kilométernél. Én meló, hogy mennék el tovább, értem, ja, én jó, ezeket persze, a dolgokat. Persze, most a lelkedben mi van. Tök fontos, de hogy nagyon fontos a közlekedési érek. És Gyöngyös-Jászberény közötti útszakaszon a Vámos-Györkön most parkoltak ki a kisbolt elé.
parkoltatták ki a három lábút, Gergő üzente nekünk. Az M3-ason az 54-es kilométernél útépítés miatt van torlódás, utána még egy. Aztán a 236-os kilométernél kamion az árokban, Budapest felé az M7-esen, ez Tomek írta nekünk. M7-es befelé Egér úti kihajtónál két kocsi ütközött a szélső sávban, valószínű ott is dugó lesz. Aztán azt nézem, hogy mi van még. Passzív volt a játékos, nem volt passzív. Hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem volt passzív. Vámos Györkön Atkar felől van egy trafink, ezt Norbi küldte nekünk. Tízesnél araszolunk az M3-ason. Tízzel araszolunk, bocsánat, az M3-ason, az 52-es kilométernél Budapest felé. Ezt pedig Szabolcs küldte. Na, kérdezi egy hallgató, hogy az új szalon előtt összetört LaFerrarit lehet majd LaFerrarit lehet majd megnyerni? Hát elmondanám, hogy azzal még így is nagyon jól járnál pénzügyileg, mert hogy az egy olyan 400 millió forintot érne az az autó, ha nem lenne megtörve, ugye abból 500 darab van a világon mindössze, sem illetve 499, ennyi van belőle. És tehát csak speckó ügyfelek rendelhetik meg. Igen, tehát hogyha csak ha úgy lehetett megrendelni, hogyha már volt Ferrarit kettő, azt hiszem, nem tudom. Érted? Én kiestem. Igen, sajnos nekünk nem lehetett, tehát az törötten is szerintem egy 200M. Úgyhogy ha valaki azt nyerné, meg azzal nem járna rosszul, mert ezt még úgyis el lehet adni. Hogy volt ez, hogy ő kijött valahonnan, és rommát törte az autókat, a szervizből jött ki a LaFerrariba. Két hétig matadtak rajta, a frissen szervizelt autó volt, minden rendben volt vele, és hát kijött ugye a szerviztől, ment vele egy nagyon picit, de sajnos a versenygumik még nem melegedtek fel. A versenygumik nem melegedtek fel. Igen, ezt mondta, hogy a versenygumik nem melegedtek fel, és ez volt a probléma, ezért nem volt jól irányítható az autó. Most én azért kíváncsi lennék arra a versenygumira, meg arra a sebességre, ami mellett egyébként bármilyen gumival ne lehetne biztonságosan haladni, meg azt, hogy egyébként milyen irányba tartott a Hungaroringre, éppen versenyezni akart. Minek rá? Minek? Hát mert szereti, hát most mi? Hát szereti, hát fölrak rá egy versenygumit, hát ő azzal akar az menni. Utakra, de ő itt él Magyarországon, ez egy Magyarországon élő olasz üzletember, aki azért tisztában van azzal, hogy én a magyar utak milyen állapotban vannak. Igen, az körülbelül 950-960 lóerő az autó egyébként, tehát ugye azt hiszem, aztán az Enzónak az utódja? Vagy hát te vagy az olasz autómániás? Hát ennyire én nem tudod? Ugye volt a Ferrari Enzo, és akkor az Enzóból lett a LaFerrari. És igen, a limitált darabszám, azért is ennyire, drága. Azt hiszem valami 2 másodperc alatt megy 100-ra, 7 alatt már 200-on van, tehát nagyon megy a Verda, az biztos, és a fiatal ember úgy érezte, hogy a Váci úton frissen szervizelt autót te is megnézed, nem? Hát persze, megnézed. Kigurulsz, hogy jó megyet, van egy fék. Abban, ha minden igaz, egy V12-es motor van, és 6000 köbcenti, vagy 6.3-as, 6.5-ös, nem tudom mekkora V12-es. Az csak a hangja miatt, tehát legyen jó öblös. Hogy van, ilyenkor fizet a köteleződ, vagy fizet a kaszkód, vagy ilyenkor mi van? Tehát bemész a biztosítás, és azt mondod, hogy 160 milliós a kár, van egy nagy brutális önrészem, akkor ezt a kaszkó kifizeti? Hát gondolom, igen. Tudsz ilyen drága autóra kaszkót kötni? Tehát ha van egy LaFerrari, vagy Enzo, vagy Bugatti Veyronod, arra ugyanúgy engedik a kaszkót. Hívjuk fel a Zsuzsák Balázsot. De hát bedől a biztosítom. Hát de a havidíjad is óriási, tehát ha tudsz biztosítani egy ilyen autót, csak nagyon sokat kell havonta fizetned, szerintem, nem? Lehet. És ugye a kötelező biztosítás, az ugye a tiédre nem is jó, tehát az a másik 3 autót fogja fizetni a köteleződ, akit te most tönkretettél. És ha én összetörök egy LaFerrarit, akkor az én kis 10.000 forintos féléves kötelezőm kifizeti egyébként a Ferrarinak a javítását? Tehát az a fordított esetben történik a dolog, és valahol egy 1-2-es Duster lebombáz egy piros lámpánál, egy 1-2-es Duster, vagy egy Logan, vagy egy Megán, vagy most én direkt egy kis kategória autót mondok, amire nagyon kevés a biztosítás, ugye? Lezúzol egy LaFerrarit, akkor ugyanúgy kifizeti a te biztosítót, hogy azt mondja, hogy gyerekek, 400 millió, van egy értékhatár, az a felét fizetem én, a felét fizetse a kedves delikvens, aki összetörte. Hogy ez hogy működik a biztosítás? Egy 20 milliót kicsengetnek biztosra. Azért az kemény. Elég csúnyán összetörte az elejét, tehát hogy... A többi autót is letörtem? Lezúzta őket érdekes módon, hát a Ferrariban sokkal nagyobb volt a kár, mint azokban az autókban, amiket megzúzott. Meg hát forintosítva, meg eurósítva, meg aztán meg pláne. Ja, de így látványra is, tehát hogy jobban látszott meg volt? Rajta, igen. Hát az elejét gyakorlatilag az látszódott rajta, hogy
papundekli, nem, nyilván műanyag vagy valamilyen. Hát akkor ő leszette a rendszámot és próbálta az autót letakarni. Igen, van hozzá egy letakarta. Piros izé. Spéci ponyva saját. De volt egy ponyva a kocsiban, és a gyorsan kiszeded ilyenkor és letakarod? De ilyen, mit akarsz eltüntetni? Ilyen ponyvája volt. De mit akarsz eltüntetni? Nem tudom, hogy ne fotózhassák le, hogy mennyire összetörted. Tehát összetörted a Ferrarit, utána letakarod, hogy lássák, hogy egy piros ponyva alatt van valamilyen szuperkocsi? Ráadásul lefotózták, tehát hogy mások mindent nem tudott csinálni. De van róla, igen, van róla a fotó, tehát már később is később tettem. Rajtam ne csámcsogjalak. Hogy milyen autón van, meg mennyi. Hogy milyen autó lehet rajta. Látható a pacák egyébként, hogy a motorháztból ugye fölemeli a csomagtartót, és szedi ki a ponyvát. Tehát egy kis pici sátorszerű kis ponyva van összehajtva a Ferrariban. Méretre tehát, hogy szabott. Bárhol le tud ponyvázni. Így van. Aha. De a ponyvának az árából vehetnék egy autót. Hát jó. Nagyjából, nagyjából igen. De miért? Tehát törés irigy vagy ilyenkor? Hogy ne lássa más? Nincs egy Winkler számunk? Egy Winkler? Nincs számod? Vagy nincs egy Winkler? A Winkler ébresszük már föl, csak mondjon már erről az autó csodáról egy-két mondatot nekünk. Hát ha tud egy kicsit. Na most ugye ez tulajdonképpen, tehát ha kijön az autó, akkor kerül ez mondjuk 1 millió-2 millió euróba. De mivel ez limitált, így folyamatosan emelkedik az értéke. Tehát ez nem ennek nem annyi az értéke, amennyi lista áron. Ugye ebből van mondjuk 800 vagy 900 darab összesen. Tehát ez sokkal drágább is lehet akár. Mert hogy megszerezhetetlen. Mert hogy ez egy megszerezhetetlen, illetve mit van 500 embernek, 800 embernek, 900 embernek, 300 embernek összesen a világon. Tehát hogy ezekből azért nem gyártanak olyan nagyon-nagyon sokat. Az Enzóból is csak meghatározott mennyiséget ennek gyártottak. Ennek ráadásul már egyedül a formaterve is. Az eset óta. De ilyenkor kár öröm van az embereken? Hát rohadt jobb meg, mert összetörd, tehát ha egy Dacia-t törsz össze, vagy egy Megánt, semmi baj, és összetöröd a Ferrari-dot, akkor te bunkó vagy? Így van, meg hogy neked ilyen erős autód van, de ész nem jár hozzá, meg a jogsit azt is lehet venni, de meg az autót is, de vezetni nem tudsz. Persze ilyenkor szerintem mondják az emberek, nem? Nem tudom, én soha nem értettem ezt, hogy persze nekem nincs jogosítvány, igen, anyósülésen, igen, ott kibiccelek, stb. Hagyjuk ezt, és mindenki tudja. De nem értem. Tehát, hogy nem értem a 400 milliós összeg, nem értem azt, hogy Magyarországra minek egy ilyen autó, tehát hogyha mondjuk Olaszországon van, akkor ezt nem értem, hogy minek. Hogy minek? A Váci úton ott, hogy hívják? De ilyen nincs, hogy minek. Hát, van egy autó Olaszországba, azzal átjössz Magyarországra, azzal tovább mész Németországba, tehát nincs ilyen, hogy... Hát ez Magyarország. Tehát nézzük, de Magyarországon élő olasz üzletember. Most nézzük az SMS-fal, és nézzük meg mondjuk így a különböző dugókról érkezők ilyen kis bent, és reggel ott araszolsz a dugóban a Hungáriának is 400 milliós autóddal. Tehát, hogy így olyan fura az egész. Jó, de akkor milyen alapon minek? Porsche, minek, mit tudom én, Porsche, Cayenne, meg minek, Cayman, meg minek, akkor BMW, meg minek, M7-es BMW, meg minek, érted, G. Nem, hát azért van egy 55 AMG, G-Merci, Tuné, meg 63 AMG. Ezeket tehát, már nem ismerem, ne zavarj össze. Vannak 500 lóerős autók az utakon simán, tehát veszel egy G-Mercit, ami AMG, Brabus, 63, nem tudom milyen tuning van rajta, az is 5-600 lóerő. Megteheti magán, miért ne vegyen? Hát most szép, egyébként szép az autó, tehát ezt nem is lehetne tagadni, megy, mint szép. Az állat. Most neki van rá 400 milliója, vagy nem tudom, 800 milliója, vegye meg. Hát most neked miért fáj? Nekem nem. Nem, nekem egyáltalán nem fáj, csak nem értem. Ja? Nem értem. Tehát ráadásul ez a versenygumi. Versenygumi volt rajta, be kellett volna melegíteni előtte. Szerintem egyébként ez egy jó duma. Körül. Figyelj, szerintem ez egyébként egy jó duma. A versenygumik még nem. Igen, még nem melegettek meg. Egyébként a pacáknak valószínűleg van humorérzéke. Tehát a duma jó, nem? Nem, hogy elnéztem egy jobb kezet, mert összezavart egy bringás, akinek ült a gyerek, és néztem, hogy van előtte bukos. A versenygumik még nem voltak már. Mindez valahol a Rottenbiller utcában, tudod, egy egyirányú utcában, amit ahol lehet 10 km/h lehet haladni, a csávó bemondja, hogy a versenygumik. Hát, még nem tudtam. A felvezetőkör bejött a safety. És a pacák 50 éves, érted? Egy kormánymozdulat erre, egy kormánymozdulat arra. Melegítettem a gumikat éppen, amikor ezt. Igen, jó duma, de nem vigasztalt a nénit, akinek ő megzúzta az autóját. És a néninek zúzta le. Hát igen. Igen, többek között egy néninek? Is. Szegénytelen, annyira meg volt recsenve, lejött, és azt mondja, hogy először nem is mert lejönni, hogy megnézze az autót, mert hogy ő hát a szívéhez nőtt.
Azért, hogy hallgatod, hogy azért akarják le, hogy a nap és a különböző szennyeződés ne érje a különleges fényezést, az ülést. A nav és a következő szennyeződés. És a törött alkatrészeket, mert ettől még nagyobb kár keletkezhet. A takaró az ilyen kocsiknál alapfelszereltség. Uh-huh. Neked is olasz autód van, van takaród? Nincs. Miért nincsen takaród? Az Alfa nem a takaró. Garázsba állok vele. Hát vegyük valami, vegy, vegyél valamilyen kis összehajtható, ilyen kis IKEA-s takarót, vagy valami. A pofrócos fiú nem én vagyok, tudod, kell hármunk közül. Emlékszel, hogy ki szokott prokoróccal védekezni a környezeti hatások ellen? Nekem nem kell, nincs ilyen, nem kell. Nem kell? De szülyeség szerintem. De nincs, hogy egy alfádat letakarodott a Velencei tónál, és akkor ne érje, hogy szennyeződés. Igen, sem. De egy alfatakaróval nyaranyászok feliratózni valamelyik sörfesztiválról megmentett. Elhappolt takaróval. Nem kell rá. Az olasz autó az nem rossz, tehát az olasz autó nem ázik el az esőben. Az olasz autó, hogyha ráesik a por, akkor nem karcolódik meg, és szerintem ez a Ferrari-nál sincs. Ferinek így olyan vékony a kasznia az autójának, hogy átesik rajta az eső, teljesen feleslegesen. Nem áll meg benne. Mert nekem a ponyva maga az autó, tudod, a teteje, a lenyithatósága. Ez hol van ebben a motor? Középmotoros, vagy ez milyen motor? Hátul középen. Közép? Uh-huh. Igen. Hátul középen? Igen. Hátul középen elől. Nem, hát közép, tengelyben középen, tengelyben középen van a motor, de hátul. Hmm. És hátsó kerekes. Tökélek, és úgy hallottam egyébként a szerelőnek is ez volt az első kérdés. Aztán két hétig javítottam. Ha mindegy, hogy mennyi pénzetek lenne. Igen. Teljesen mindegy. És mondjuk van 4-5 milliárd forintot. Beülnél itthon egy ilyen autóban? Bején. Beülnél? Én be is letekert a... Jó, akkor tudom, te 1.8-as bár. Az 1.6-as fölturbozzátok 1.8-ra, és akkor már meg lenne a hátsó csomagtartó, mert 4 bringát lehet félrakni, és nem baj, hogy lelopják. Te beülnél? Én be. Igen? És le is tekerném az ablakot, és nagy zenével mennék lassan. Tényleg? Én be. Van bőr a képeden. Van. Én szeretném. Én be. Én szeretném nagyon. Te nem? Gyönyörűek ezek az autók szerintem, meg én nagyon szeretem a jó, meg szép autókat, csak valahogy Magyarországon egyszerűen annyira kiugrik a forgalomból, és annyira életidegen, hogyha elmész Amerikába, elmész Olaszországba, elmész Németországba, Svájcba, ott azért nagyon sok ilyen autó van, és valahogy be tudsz olvadni. De Magyarországon beállsz egy benzinkútra, és annyira kiugrik, annyira megnézik, annyira megbámulják, annyira más vagy, mint a többi autó, hogy valószínűleg és annyira utálnak. Most, hogy azzal foglalkozol-e vagy ne, biztos, hogy utálnak, nyilván. Külföldön kevésbé utálnak, mert ott azért több ilyen jó autót venni. De most, tehát valahogy nem, ez a zavarna, érted, mit mondok? Hogy zavarna, hogy valahogy ennyire kiugrik ez a dolog. De mondjuk, ha megnyerted tehát, a lottón az 5 milliárdot. Akkor azért csak megvillansz. De nem azért, nem, most csak azt mondom, hogy... Szent Imre Lea utca, Vasút utca keresztező. De nem, a Vasút utca, ott már megakadsz. Nem, hogyha nincs takargatni valód a pénzzel kapcsolatosan, akkor miért szégyelném magam, hogy van egy 100 millió forintos autóm, ha van 5 milliárd forint, hogy nyertem. Nem kell szégyen, nem mondom, hogy szégyenni kell, csak beállsz, mit tudom én, az Alkotás útra, a villamos megállóba, aha, és kinézel, ne, amikor én nagyon drága autókban ültem, meg kaptam a kölcsön egy Porsét, mindig egy kicsit hülyén érzem magam benne. Tehát sosem volt az a komfort érzet. Érted, mit aha mondok? Hanem, hogy úgy... Feszengtél. Jaj, benne. Nem az enyém, jaj, jó, de bocsánat. De az is benne van, mert te vagy. Tehát, hogy ismert ember de vagy. Én vagyok. Na most. Hogy, de, tehát aki bennül az autóba, az ő. Most, tehát ő. Ne, mert itt eldobom ja a láncot. Már tudunk jönni, Jani, várjál, mert én zárkozok. Az a kicsi pont a távolban én vagyok, hogy közel. De én még oda se értem el, ahol te vagy. Jani, eddig nézd meg a használt autó, hogy LaFerrari mennyi. Csak most kíváncsi, LaFerrari, nézd meg a használt autót. Hogy nyilván ismert személyiségként érzed magad kellemet. Ha lehet, hogyha nem lennél tévés. Akkor mindegy, hogy átnéznek. Akkor azt mondanád, hogy figyeljetek, hát nézzél. Hát tehát ott ülök el egy 400 milliós autóban, és én tökre örülök, ha ilyet látok, és bennem sosincs irítség. Én azt mondom, hogy de jó neki, milyen jó, hogy ezt megteremtette, milyen jó, hogy ezt kipróbálhatja. Tehát én egy ilyen autót látok, én tiszta szívből tudok mosolyogni. De tényleg. Uh-huh. Tehát én látok egy, én azt mondom, a Gamercit, én látok egy 63 Brabus Gamert, és röhögök, hogy te állat, de közben szeretem, hogy neki ilyen autója van, tehát sosem érzek irítséget, de abban a pillanatban, hogy beülsz egy ilyen autóba, én vezettem Ferrarit is, nem volt egy napig Ferrari, mindegy, nem mondom el, hogy a Váci úton csak azt mondom. A most hétvégén. Most volt egy napra nálam Ferrari, nem mondom el, hogy kitől kaptam, mert ismeritek, mindegy, és egy napon keresztül
jó is, mert kicsit szűkölsz is, tudod? Tehát az van benned, hogy úgy jó, de hogy visszaülnék egy kicsit kommerszebb autóba, mert rohadtul utálom, hogy kiszállsz a benzinúton, és mindenki nagyon-nagyon megbámul, és átnéz, és mellé gyorsul, és benéz, és mutogat, és az egész valahogy egyébként egy idő után nyomasztó. Hol a tankba meg? És már harmadszor. Annál nincs szebb, mint amikor lefulladt, mert háromszor fulladtam level a benzinúton, tudod? Tehát az egy jó történet. Nézd, a hülye, te is inkább műsort vezessél, ne autót, tudod? Tehát azonnal jöttek. Szóval, hogy te bevállalnád? Én be. Figyelj, most miért ne? Ha van 5 milliárd forintod, ebből elpukkantani egy 400 milliót, hát az... Na mennyi? Néztél a használt autó? Mennyi van? Apró pénz 954 millió. Na ezt mondom, hogy megy föl az értéke. Igen. 1 milliárd forint. Az van ideírva. Hát mennyi előleget kellett tenni? Barátok közt is 6-0, meg 954 előtte, az én olvasatom. Az. És mik az extrák? Lábtörlő, azt mondja, gumiszőnyeg? Hogy takaró. Nem, ponyva van hozzá. Az alapasz a ponyva. Saját ponyva. Kitűnő állapotban egyébként egy a 2014 szeptemberi történet, zöld. Zöld. Egyébként zöld autó, piros, mert ez elektromos motoros, tehát ez... Már úgy zöld. Képzeld el, nem kell parkolójegyet venned, mondom, hogy mennyi megtakarítás van parkolójegyet, hamarosan nem kell venned. Mehetsz a izében, mehetsz a buszsávban vele hamarosan, mert ugye az hát ilyen... van a 800 dollár és az orra van egy villanymotor, arra gondolsz? Tehát a két motor működik együtt. Igen. Hát plusz rövid, hozzáadhat lóerőt egy villanymotor. De azért van benne egy V12-es 6-3-as, tehát hogy azért nem lesz környezetbarát. Tehát azért ott van. Na, van kihitel felvehető? Hát figyelj, ebben nincs semmi. Hát nézem is az extrák, kicsit leírva, hogy milyen extrák van. Szóval abroncs, nyári gumi, hát még a milyenkel is jobban jár, jó, aki megveszi, mert az van két a cserélhető gumiszőnyeg, meg te ezeket keresed, nem? Hát kb. Tehát ezt más az extra listán. Gyári mozsa pozzívó, érted? Ugró csikóból. Figyelj, ebben nincs leírva, hogy egyébként mi a plusz. Na, hírezünk egy picit, aztán felhívjuk a Winkler Robit, jó, hogy mondja el nekünk, hogy mégis mit kell tudni erről az autóról, fizet-e rá a kötelező, lehet-e rá kaszkót kötni, hány darab van pontosan ebből a világban, és igaz, hogy folyamatosan megy föl az értéke, mint egy jó bornak, hogy azt éppen lerakod, és nem is használod, folyamatosan egyre többet és többet ér az autód. Jó, mit látsz még? Van fönt egy másik, és egy ezőszínű. Ezzel kapcsolatban már el tudok mondani sok nagyon konkrét információt. ABS, ASR, ESP, ABS, nem ad végig, nem ad végig. Meghallgatjuk a híreket Ákostól, aztán jövünk vissza mindjárt. 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az összetört Ferrariról beszélgettünk, és arról, hogy ha megtehetné az ember, vajon venne ilyen autót, nem venne ilyen autót, megbámulnak, kell ezzel kérkedni, ha van pénzed, miért ne vehetnél, jól éreznénk-e benne magunkat, vagy éppen nem. Erről beszélgettünk, és arról, hogy hát mi történik ilyenkor, mennyi a kötelező, mennyi a kaszkó. Egyébként csak mondom, hogy van most a használt autón egy 1 milliárd 200 milliós Bugatti Veyron is. De jó. Tehát, hogy megnéztem egyébként, hát kikérem magamnak. Jó állapotú? Hogy csak fékasszisztens rablásgátlós centrázár van benne. Na, én azért felhívnám, hogy letennék egy 4 millió kp-t, lehet-e rá hitelt felvenni, nem tudom, hogy mit szólnának, nem próbáljuk. Figyelj, bankhitelt lehet fölvenni az autóra. A váltás autónak jó az egyik, nem? Tehát a páros napokon a Ferrari, a páratlanokon meg a Bugatti. Nagyon ronda a Bugatti, szerintem az egy ronda autó. Tehát oké, hogy drága, ez a Bugatti Veyron, az egy annyira ronda autó, hogy biztos... Akkor most aki felpattant, hogy elmegy és megveszi. Szegény most vissza, és ne vegyen. De nekem a Ferrari-be se áll a Ferrari, tehát még a 458 Itália szerintem egy sokkal jobb, vagy sokkal szebb autó. Na, de mindjárt megkérdezünk valakit, aki nálunk sokkal jobban ért az autókhoz, az is lehet, hogy felébresztettük. Winkler Robi, jó reggelt kívánunk! Hello, Robi! Jó reggelt! Szia! Nagyon korán van még? Nem. Már szinte késő. Már késő. Ja, most készülsz akkor lefeküdni. Mindegy. Na, figyelj ide! Igaz az ezeknél az autóknál, hogy oké, hogy tudjuk, hogy limitált darab van belőle, hogy minél öregebb, annál drágább, tehát hogy folyamatosan megy fölfele az ára? Hát attól függ. Nem tudom. Ezeknél valószínűleg igen. Hát hiszen már rögtön az elején is erős túlkereslet van rá, és akkor megkapja azzal mondjuk a LaFerrari esetében 499 ember, aki eleve elvileg egy válogatott társaság abból a szempontból, hogy csak olyan vehette ugye elvileg, mint a drágább Ferrarikat általában, tehát hogy már kellett, hogy benne legyen a
a vevőlistában, tehát hogy már vett Ferrari. De egyet elég, vagy többet is hogy, kellett? Hát, hogy a, hát ez nem, igazából nem érdeklődtem még a Ferrari-nál, hogy juthatnék egy ilyen lához hozzá, de gondolom, hogy egyet elég. Hát de... egyébként a La Ferrari-nál nem, tehát nem kellett, került rögtön a spekulánsok markaiba, mert nem fogyott el az összes előrendelésben, tehát hogy igazából nem volt kézítusa, nem kellett rögtön licitálni, de hát simán lehet, hogy majd ezt a mennyibe is került, valami 400 000 euró, szóval, hogy lehet, hogy néztetek most használt autós oldalakon? Persze, nézzük így, most túlárazott. Most találtunk egy mennyi, találtunk? Majdnem egy milliárd. Találtunk forint. Egy milliárdért is LaFerrari-t, igen. 3 millió euró. 3 millió euró. Igen, az egészen soknak tűnik. Ilyenkor egyébként, ha sokan vennének, akkor rálicitálnak? Tehát van mondjuk két sejk, és azt mondja, 800 millió, akkor 1 milliárd. Hát akkor 1 milliárd, kettőt. Lejátszák egymással. Uh-huh. Aha. Hát ott akárhogyan lejátszhatják, mit tudom én, sajnászatban, vagy ilyen bűnepárban. vagy ki tud egy-kégnyi idő alatt több luxus prostituáltat össze trombitálni. És akkor éleződhet a verseny, ha mondjuk két sejk és egy kalifa van? Hogy micsoda? Hogy két sejk és egy kalifa. Egy kalifa, akkor éleződik, hát, éleződik a verseny. A bemondás, hát nem, hát az nem, hiszen akkor attól függ, hogy amelyik magasabb a címe, hát ezek ilyen, ilyen konkrét címek, mint a Bej. Így van. Ezekre ugyanúgy lehet kötelezőt meg kaszkót kötni? Tehát én bekocogok valamelyik biztosítő, és azt mondom, hogy van egy majdnem 1 milliárdot érő autóm, szeretnék rá kaszkót kötni, de ne legyen magas a havi részlet, akkor megkötik? Hát nem egyszerű dolog ez. Például van egy ismerősöm, aki egy kínai automárkát akar behozni az országba, és ez egyébként az MG Rover, tehát ami a Rover W-vel, mert ugye a kínaiak nem tudták megvenni a Rovernek a jogait. Így, ezt ellopták. És ez egy ilyen kis ortopéd, kis autó, nincsen egyébként semmi baja, de és sikerült is forgalomba helyeztetnie, tehát elvitte a Mozaik utcába, és nagyon büszke is rá, hogy igazából a magyar bürokrácián átverekedte magát különösebb nehézségek nélkül, tehát hogy elvileg forgalmazhatná, de most az a probléma, hogy nem tud rá kötelezőt kötni. Tehát, hogy valamiért a magyar biztosítók, nem tudom, tehát azt mondom, hogy a biztosítók nevében nem nyilatkozhatok, tehát simán lehet, hogy nem tudsz rá. Kötelezőt még mondjuk talán, hiszen most ami kárt egy ilyen kis karbon szírszarral okozol, érted, az egy karcolás, ha neki mész valakinek, viszont a kaszkó az lehet a húzósabb. Tehát ez bedönt egy magyar biztosítót egy ilyen, főleg ha mondjuk egy magyar kézbe kerül, és akkor tudod elkezded az okosságot, hogy na, akkor most biztosítózzunk. Akkor kicsit letörjük az elejét, letörjük a hátulját, igen. Játsszuk azt, hogy egymásba tolattunk, és akkor hát egy hátsó lámpa 600 millió. Igen. Ezt a konkrét esetet te most nézted a hétvégén, amit történt ezzel? Nem én okoztam. De nem az, hogy te okoztad, hanem mi történhetett? Tehát a csávó azt mondta, hogy versenygumik voltak a járművön. Az, jár a ringre, te ki jössz egy verseny? Te olvastátok nyilatkozatát? Mert az, hogy én tegnap ilyen Dunántúli halottak napi turnén voltam, tehát annyira nem... Igen, hát ezt mondta, hogy nem melegedtek be a versenygumik, mert hogy azok voltak. De nem az volt, hogy a parkolóhelyről kiállt, és ott valaki belement? Én a fotók alapján gondoltam csak erre. Igen, nem. Most még senki nem tudja, hogy ő hibázott, vagy ő belé mentek, de a valószínűleg az első. Hárman hibáztak egyszer. Négyen, mert ugye négy autó tört a végére, de valószínűleg az van, hogy ő állt ki a szervizből, a versenygumik nem melegedtek be időben, és a Váci úton egy ilyen melegítő, tudod, jobbra-balra szokták járatni az autókat, na ott történt a baj. Mikor a Duma óriási, nem, még nem, hát ezt elmondtam, mert nem voltak melegek arra a versenyben. Ez arra felé van, hogy örültem is, hogy szerintem ez azelőtt a kisbolt előtt van, ahol én a meghatározhatatlan korú kétütemű kis 50 köptentis robogomba az olajat szoktam venni, meg szerintem nektek is ismerős a helyszín, mert ugye még amikor Danubius rádió volt, hát akkor persze. Ez az a rész. Na most, nem tudom, hogy ültetek-e már bármilyen szupersportautóban. Volt hasonló, vagy igen. Akár egy BMW i8-as, ami mondjuk vitatkozni lehet rajta, hogy trollkodni, hogy szupersportnak szám. Mindegy, bármi autó, ami egy kicsit sportos, ott az a lényeg, hogy nem lehet kilátni semmilyen irányban, tehát ez törvény. Tehát, hogyha azzal kitolatsz valahova, akkor az már önmagában a rossz rulett. Tehát, hogy
Itt ugye nem szempont az, hogy lehessen vele tolazni, nem szempont, hogy ki lehessen látni, minden annak van alárendelve, hogy gyorsan tudjon menni. Ugye ennél a Ferrari nem közölte a végsebességet, csak a 0-300-as gyorsulást tudjuk, meg hogy a 350-et azért nagy valószínűséggel megfújtja, tehát ha ilyen szempontok vannak, akkor nem az van, hogy mint egy Fiat Pandánál, hogy tök könnyen tudsz vele parkolni, mert egy ilyen kis kocka. Igen, vagy egy Fiat Multiplán. Ha kiállsz a Váci útra, valahogy tolatva, hát akkor figyelj, akkor annyi van, hogy vesz egy keresztet, és akkor hát elvállalom, és vagy kiadja, vagy nem. Hát olvasnia kellett volna a tulajdonosnak a jellegből, tehát biztos, hogy az furcsálnia kellett volna, hogy mondjuk a safety car ebben az esetben egy Renault Clio, ami előtte áll a piros. Hátulról nyomja a dudát egy Fiat Multipla. És magyar a tulajdonos? Nem, azt írják nekünk a hallgatóink, hogy egy szlovákiai olasz üzletember, állítólag otthon épül az üveggarázs. Egy szlovákiai és olasz üzletember Magyarországon. Csak pérrendszám van az autón, hétvégén átjön, és hogy az autóval a ringen csapatja, és nem tud rá kaszkót kötni egyébként. Tehát, hogy egy szlovákiai olasz üzletember. Üzletemberi az autó. Igen. Jó, ne is folytasd. Tudjuk a Porsche és karambolózót, ugye, aki viszont konkrétan egy előember volt, emlékeztek. Aki kigyulladt. Igen, hát ők az M7-es bevezetőjén ketten egymással versenyeztek. Ugye? Nem is tudom, hogy Lamborghini meg egy Lamborghini Porsche. Az ember nyilatkozott valahol a médiában? Nem, most nekünk ha egy hallgató elküldte, hogy ismeri az illetét, és állítólag ő egy szlovákiai. Meg a szemtanúk alapján olyan alszul beszélgetett valakivel. Szlovákiai olasz. Hát már gyönyörű. Hát már gyönyörű, egy szlovákiai olasz. Nem, hanem már gyönyörű az. Már gyönyörű. Giuseppe Kosicéről. Így van. Figyelj, neked mi volt a legjobb, amit vezettél? Tehát amire baromi sok autót vezettél, meg nyilván közhely a kérdés, tehát mégis ilyen szuperautókról beszélünk, ami nálad a csúcs, tehát egy Bugatti, egy Porsche, egy Ferrari. Nem volt Porsche. Porsche-ből nagyon sokféle volt, és nagyon drágák is volt, a Ferrari-ból csak ezt a Kaliforniát vezettem, ami igazából szerintem nem veszik komolyan rendes sportautósok, mert ugye ez egy nyitható keménytetős, tehát ez szinte egy butikos név Ferrari, de az is egy csodálatos autó volt. Hát csak ilyet szerintem, ami ilyen drágább volt, azok az ilyen nagyon sportosabb, kicsit verseny Porsche-k, amiket csak hát zárt pályán, illetve hát nem pálya volt, hanem ugye a Porsche tart ilyen téli vezetési tréningeket Lapföldön, ilyen befagyott tavakon, és ott... Atyaisten! De elmennék egy azok ilyen. Az a legjobb rendezvény, ezt sírjátok be magatokat egy ilyenre, és megváltozik az életetek. Fú, de nagyon elmennék egy ilyenre. Igen, a Porsche, az Audi, sokan csinálnak ilyen különböző, igen, ilyen skandináv országokban ilyen autós túrákat. Hihetetlen durva környéket. Igen, ki tud próbálni, igen. Tói jegén ott nyomhatod, mint az állat, és mindig vigyázz, hogy török ne legyen a közelben, mert ők a halál megvetést egy kicsit életformává tették. De tényleg, hogy mindig azok van a baj. Figyelj, és az i8-et vezetted már a BMW-től? Persze. Jó? Hát figyelj, a formáját mindenki tudja, hogy az tényleg egy hiteles szupersportautó forma. Egyben jól is megy minden, nekem az két bajom volt vele. Az egyik, hogy túl jó, tehát nincs benne igazán a bugi, tehát nem borul el az agyad, mert olyan jól fekszik az utat, meg olyan kicsit ilyen jó fiús. A másik rész a dolognak, hogy ebben ugye, hogy az is egy hibrid sportautó, az egy rendesebb hibrid, mint ez a LaFerrari, tehát ez a LaFerrari-ban igazából egy ilyen kers van, tehát időnként ugye a 800 lovas V12-es 6 literes benzinmotorja mellé oda truttyantja azt a 163 lóerőt. Az a baj a BMW i8-tal, hogy ugye egy háromhengeres benzinmotor van benne, és akárhányszor nyomtam egy padlógázt, anyám régi Swift-je jutott eszembe, tehát ugyanaz a... Ugyanaz az ilyen dorombolós furcsa, az a jellegzetes. Hát ja, van benne valami harciasság, én szeretem a három hengereseket, de hát egy ilyen szupersportban nem ezt várod. De ez menő, hogy be tudod állítani a motorhangot, ugye, hogy adsz hozzá egy plusz motorhangot, ezt hallottam? Tehát ugye, hogy az i8 nyilván elektromos, hogy megnyomsz egy gombot, olyan, mint a hangja lenne. Nem is nyomsz gombot. Tehát magától azt hiszem, hogy a hátsó félvédőt használja a membránnak, és ez egy kifelé is. Ad egy kicsit. Zseniális. Hát de figyelj, ilyenből már 5 éve volt, azt hiszem a Svédországban találták fel, hogy szivargyújtóba bedugod, ráhangolod a rádióra, és veszi a feszültségingadozást a szivargyújtóban, innen tudja, hogy éppen milyen munkaütemek zajlanak a motorban, tehát hogy
a gyújtás, tehát hogy milyen, mennyit forog éppen a motor, és akkor a saját hitírből hallhat, mit tudom én, V8-as, V12-es, vagy akármilyen motor. Nagyszerű játék fél óráig, tök jó. Ez milyen, hogy az a rádión keresztül jön a motorhang, igen. Na jól van, oké. Hát köszönjük szépen neked, hogy itt voltál. Robi, csókoltatunk. Vigyázz magadra. Hát én is csókoltatok mindenkit. Sziasztok. Ciao, köszönjük szépen. Winkler Robinak, köszönjük. Hello, hello. Szép. Szép történet. Játszunk Kóven bácsival, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvén. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Pisti vagyok, Kazincbarcikáról. Pisti, micsoda lendület. Hello, Kazincbarcikáról. Na figyelj, mutatjuk Óven bácsi, mit csinál, de ez még kevésbé fontos. Szokott menni, Pisti, a játék? Igen. Na, egy rövid dal részlet lesz, ez most nem filmszene, sima egyszerű dal részlet. Jó? Jó. Mehetünk? Igen, mehetünk. Na figyelj. La la na 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 na. Nem is nehéz. Hát ez. De jó szám. Tudom, mint a úszodában. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Jó, köszönöm. La la na 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 na. Kérhetnék egy hosszabbat? Hosszabbat, mutatjuk. La la na 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 na. Yeah, da 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 da. Segítség, hogy mi nem játsszuk. Nincs meg? Szóval jó. Nincs meg. Jó, hát akkor mutatjuk az eredeti. Pedig nem nehéz, hallgass meg, figyelj. Ja, jó. Ismered? Már jó. Jó. Pedig egészen felismerhető volt egyébként. Nagyon. Felismerhető. Ez a Red Hot Chili Peppers dala, ugye? Under the Igen. Így van. Hát ez egy rövid játék volt. Igen, jó. Köszönöm. Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Logisztikai menedzser asszisztens vagyok. Logisztikai menedzser asszisztens. Áruszállító? Szemetesekmény vagy rakodós. Jaj, de valami hasonlóra gondoltam, de milyen jól hangzik ez. Köszi, Pisti, csáó, vigyázz magadra. Jó, szia. Hello. 3 perc múlva pontosan 8 óra, jövünk Ákos hírei után. A Morning Show hamarosan megváltoztatja egy családi életét. A Klassz FM-mel valaki megnyerhet egy vadonatúj Suzuki Vitarát. Morning Show nagy őszi roadshow az autózás szerelmeseinek a Suzuki-val. A jövő héten Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora bejárja az országot. Morning Show nagy őszi roadshow az autózás szerelmeseinek a Suzuki-val. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 11 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon. És folytatjuk. Sőt, jó híreink is vannak, mert hogy jövő héten még sokat beszélünk erről, helyszíneket is mondunk, mindenféle információval ellátunk majd benneteket, de mi a legfontosabb, hogy turnéra indulunk méghozzá. Őszi turnéra. Ilyen nagyon régen nem volt, sőt, novemberben soha nem voltunk még, ősszel voltunk, de sokkal korábban. Most megnézzük, hogy fázik az ország, de... És mi is, de vállaljuk azért, hogy találkozzunk veletek, vállaljuk azért, hogy tényleg együtt lehessünk, és reméljük, hogy ti is vállaljátok majd értünk. Hogy ott álltok, ott vagytok, és nem csak értünk, mert hogy ahogy hát azt tőlünk talán már megszokhattátok, nem nagy képviség ezt állítani, viszünk majd nyereményeket, ajándékokat, szóróajándékokat, tehát János majd megszórja az országot, megszórja a népet nyakbakaszokkal, repülő frisbikkel és néhány bögrével, de ami a lényeg is, amiről ez a turné szól, hogy valakinek egy kicsit a Jesszuskát és a Mikulást már szeretnénk ugye előrébb hozni, és már november, hát mondhatom, hogy november közepére, mert mire véget ér a turné, november közepe van, november közepén, november 13-án Budapesten valakit egy boldog autótulajdonossá tenni. Mondja valaki, hogy a péntek 13 nem szerencsés. Hoppá, tényleg, péntek de jó. Péntek 13-a. Ez szerencsés lesz. Péntek 13 lesz. valakit szerencsésre teszünk. Nem volt egyszerű egyébként megszerezni ezt a megkímélt állapotban lévő LaFerrari, de tettünk rá egy nagyobb szabad szemmel látható készpénz összeget, és megszereztük a roncsokat. Úgyhogy ha azt csak felrakjátok a használt autóra, és darabjaiban értékesítitek, már megvagytok. Szóval mondhatni, ki az a Mikulás, ki az a Jézuska, mi már jövő héten pénteken egy kicsit Mikulásozzunk, és Jézus
kurzuskázunk, és valakinek egy szép, nagy, nem csak virtuális, hanem igazi, négykerékén guruló, brutálisan jól felszerelt, gyönyörű kis vétarát bedobunk oda az ablak alá. Vitara lesz erre. Vitara, így van, egy Suzuki. Egy, azt hitted a LaFerrari? Nem, azt hittem a kisebb. Egy nagy, egy nagy vitara az. Egy vitarát adunk. Hát mit gondoltál? Majd egy multiplát? Nem, hát azt hittem, hogy egy kisebb. Egy SX4-et vagy valami? Igen, nem, igen, egy nagy vitarát adunk. Egy vadonatúj, 0 kilométeres, gyönyörűen felszerelt. Suzukivel valaki begördülhet majd. És azt mondhatja, hogy Baliéknál, Janiéknál, Baliéknál nyertem. Tessék. Úgyhogy tessék bennünket figyelni. Debrecen, Pécs, Esztergom, Győr, Budapest a helyszín, plusz azoknak is egy lehetőség, akik nem tudnak ott lenni valamelyik helyszínünkön. Nem lesz meleg, tehát 30 fokot bizonyan ígérünk, de érdemes bevállalni az imankolt, sapka, sál, meleg, zokni, gyertek el, legyetek ott, egyrészt azért, mert találkozhattok velünk, másrészt pedig azért ez a vitara nem kis ajándék, sőt, ugyanezt gondoltam erről a történetről, amit Feri háromszor, négyszer elolvastam egymásodon a játékszabályzatot, sajnos munkatársak, családtagé. A csapka ismerősök, nem családtagé. Valakit kerítse, jöjjön el valamelyik helyszínre, Debrecen, Pécs, Esztergom, Győr, Budapest. Jó? Úgyhogy ezek a helyszínek, mondjuk majd, hogy mikor, hol pontosan. Így van, Instagramra, Facebookra, mindenhol feltesszük. Honlapjára is, meg még hol vagyunk fönn, máshol nem, úgyhogy máshol nem. Így van. Na, már jönnek is a kérdések. Gázos Petya kérdezi, hogy Győrbe mikor jöttök. Mondom, hogy november 12-én leszünk méghozzá a Győr Pláza parkolójában. Ez a pláza másik oldalán lévő parkoló, nem az, ahol ugye nyár elején voltunk ugye a postás kitelepülésünkön, olyan is mondta, ez a másik oldal, de mondjuk majd a helyszíneket, úgyhogy megtaláltok bennünket, ez egész biztos. Na, azt mondja, hogy kitelepülésetekre van lehetőség rapid randit szervezni? Nem szándékozom haszon szerezni, de egy társ jól jönne. Jók vagytok? Hát gyere el! Nézd magadnak valakit, gyere oda hozzánk, aztán megpróbálunk az illetővel összehozni. De várjál, a rapid randi az az, amikor sokan jönnek egy hely, és akkor ugye 3 perced van mindenkivel. Ő most hogy gondolja, hogy oda jön, és mindenki, aki ott áll előttünk a stúdióban. Szia, van kedved végig? Igen, van kedved végig. Hagyjál, ronda vagy, nem érek, menjél. Hallod, ne zaklass már, hülye vagy, hagyjál már végig. Nem látom a Balázs. Igen, meglátjuk, mindenre van lehetőség. Sziget-Szent Miklóstól Budafokig áll a sor az M0-áson, Ede küldte nekünk. Trafi van a 26-os számú főút Sajó-Szentpéter felé vezető oldalán, a temető előtt. Csikos autóból Galaxis Peti üzente nekünk. M3-as Budapest felé 60, micsoda, keletnél kell kihajtani, és Aszód után vissza, 2 darab útépítés, 9 kilométeres a dugó, majdnem egybefüggően, Petya küldte nekünk. Aztán a karcagi körforgalomnál van egy baleset, sertés szállító kamion az árokban, a disznókat a tűzoltók próbálják terelgetni, elkapni. Szúrni kéne, nem Feri? Szúrni kéne. Mit rendeltél te ott egy böllérkéssel? A betyárjál. Ott is van egy iszkiri. Ott volt? Asszalálltam. Haraszti úgy Soroksári totál beállt, Bari üzente nekünk. Szép napot, köszönjük szépen. Trafi van az M5-ösön Balázscsánál, Pest irányában. Ezt Kornél küldte nekünk. Azt mondja, hogy mindenki megdolgozik azért, ami van. Nem kinézni kell az embert a Ferrariból, hanem csinálni valamit, és más is megveheti magának. Na. Hát én azért ezzel nem teljesen értek egyet, aha, mert nagyon sok ember nagyon becsületesen egy életet dolgozik végig, de nem biztos, hogy csak azért nem tud magának egy 600 milliós Ferrari-t venni, mert lusta. Tehát, hogy attól még azért valaki lehet becsületes, dolgozhat sokat, de nem biztos, hogy meg tud enni. Nem? Ez nem így, vagy dolgoz sokat, aztán akkor majd lesz egy Ferrari-t. Azért ahhoz egy picit több kell, nyilván több pénz, és olyan helyen kell dolgozni, hogy azt kell csinálni, de hát most azért nem gondolom, hogy közalkalmazottként azért te spórolgathatsz, mert teszel félre, és 13. havi ez az, ruhapénz, mit tudom én. De akkor hát is elhúsan egy 200-250 év, mire ez összejön. Tehát, hogy azért sok ember dolgozik becsületesen, drága SMS író, úgyhogy nem biztos, hogy csak abban van a hiba, hogy lusta és így. Jó, de majdnem. Ha még... De apámnak is a folyamatos 35 év munkaviszony után csak összejött az 1005-ös Moszkvics. Na, tessék, most hogy örült neki? Hát abban több. Ő egy önérzetes Ferrari is lehet, aki ezt írta. Ő egy önérzetes Ferrari is lehet valószínű, igen. Ő az egyik hirdetés a fönt. Nem irigykedni kell dolgozni, és akkor meg lesz a 458. Ferrari-ba semennyi kukorica nem fér el. Péntek 13, egy valakinek szerencsés, 9 milliónak szerencsétlen. Na, Peti, hát te is jobb bele tudtál kötni ebbe a napba. Hetek óta mondjuk a pozitivizmus, gyerekek. Hetek óta ezt szajkózzuk, hogy nézd az élet napos oldalát. De tipikus magyar mentalitás. Egy valaki nyer, 9 millió nem. Akkor az most kinek lesz jó?
technikai oldalát nézni, és úgy gondolkozni, hogy akár ti is lehettek azok, akik megnyerhetitek majd ezt a kis autócskát. Akkor csak egy jöjjön oda. 9 millió maradjon otthon. Bizony. Na, egy érdekes hirdetésre bukkantunk, ezt tulajdonképpen formabontó apró hirdetésnek is lehet mondani, hogy most igaz vagy, nem tudjuk, nem jártunk utána, de témaindítónak egyébként kiváló, mert az egyik apró hirdetési oldalon arról szól egy hirdetés, hogy egy anyuka lakó és élettársat keres fiának cserébe az ingyen lakhatásért. A hirdetés szövege egyébként nagyon helyes, valódinak tűnik, mert azt mondja, hogy fiamnak keresek szerelmes lány lakótársat, már minden megpróbált, és én támogatom eme ötletét. Így szól a hirdetés. Megbízható, egyedülálló nőt keresek fiamnak, aki együtt élne vele szeretetben. A lakásban én is ott lakom, de nagyszerű anyósod lennék, ismerd meg a fiamat, aki 29 éves és vidám, személyiségkorához képest 10 éve fiatalabbnak látszik, és lélekben még gyermek. Áll a hirdetésben, aztán így folytatja. Látom, milyen magányos, és már neki egy komoly kapcsolat kéne. A lakhatás ingyen lenne, és díjmentesen szállhatná meg nálunk, persze hosszabb távon gondolkozom fiamnak, és ő is. Ízletesen főzök, és neked is jut az ételből. Ezen kívül egy családias lányt akarok a fiamnak, aki hűségesen szereti őt. Erről szól a hirdetés, és ez... Hát ez egy apró hirdetéses oldalon van fönt, ahol anyuka kicsit túlvezére. Lakó és élettárs. És még jut is, marad is alapon, még a koszt is jár a kvárté mellé. Azért érdekes, ugye, mert bele is ír, hogy ő is ott lakik. Igen. Tehát, hogy a fiú valószínűleg egy kicsit ilyen tutyi-mutyi, nem nagyon indult el még az lélekben élet. Lélekben még gyermek. Így van, és akkor mama azt gondolta, hogy majd én megoldom neked. Megoldom majd az életed. Majd a mama megoldja. Majd a mama megoldja, igen. De biztos sokan voltak már abban a helyzetben, vagy akár vannak is abban a helyzetben, hogy mondjuk szinglik, ugye? Hát manapság ez egyébként divat is talán szinglinek előfordul lenni, vagy már nem annyira kellemetlen, mint régen, a szingli az egy életforma. Tehát arra ma már azért brendeket húznak föl, a szingliket találják meg különböző hirdetésekben, reklámokban, és óriási piac, mert hogy nagyon sok szingli van. De minden családban, minden baráti társaságban van valaki, akit hát... Zavar az, hogy te szingli vagy? Zavar az, hogy te szingli vagy, és ugye minden megtesz, hogy téged összehozzon valakivel. Mert ő tudja, hogy neked mi kell, hogy neked mi a jó. Ha családtagról van szó, ez általában a mama. Mert a mama tudja, hogy az ő kicsi fiacskájának milyen nő kell. Egy házias, egy tiszta, egy rendes, jó állással. Igen, de a mamák általában mindig ilyet akarnak. Tehát a mama ugye elképzel valakit, aztán a menny vagy olyan lesz, vagy nem olyan lesz. De vannak a barátok, barátnők, akik nem értik meg, hogy neked jó egyébként egyedül, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy téged összehozzanak valakivel. Ugye, minden baráti társaságban van egy ilyen, az állandó kerítő, a nagybetűs kerítő, aki nem tud abba belenyugodni, hogy a barátnője szingli, és folyamatosan rondádnál rondább pasikkal akarja összehozni. Vagy Pali szingli, és vannak barátok, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy jöjjön már össze a Géza valakivel, és hozzák az áldozatokat. Minden társaságban van egy kerítő. És a legjobb az, aki nem is szól erről, hogy téged most keríteni fog, hanem csak egyszer csak azon veszed észre magad, hogy egy vadidegen nő mellett üldögész, meg ezzel... Meglepi! Tudod. Figyelj, de azt gondoltam, hogy első ránézés, hát olyan jó jönnétek. Fú, voltatok ilyen vacsorán, vagy voltatok ilyen találkozón, amikor arról szólt a dolog, hogy egyedül voltatok, és valamelyik túlvezérelt ember a társaságból megpróbált benneteket összehozni valakivel? Voltatok ilyenen? Nekem volt ilyen, egy nagyon picit más jellegű volt a dolog, mert hogy ott arra futott ki az egész történet, hogy ők összejöjjenek egymással. Neki az kellett, hogy ott valószínűleg az lehetett, hogy a lány kötött ezzel betakaróz, hogy ő meg elhozná a barátnőjét. Úgyhogy neki kellett valakit a barátnőnek szerezni, hogy ők is tudjanak egymással beszélgetni. Tehát az egész történetben te, illetve én csak egy ilyen nem is tudom mi, egy ilyen kis utánfutó vagy oldalkocsi voltam, egy csomag voltam a brenden belül. Hogy elvittek téged, hogy lekösd a barátnőt. Így van, és ott ültünk egymással szemben. Tehát egy jó csaj, egy ronda, te megkaptad a rondát, hogy beszélgess, még a haverod fölszedi a jót. Egy jó pasi, egy jó csaj, ezek voltak ők. Egy ronda pasi, egy ronda csaj, ezek voltunk mi. De ott abban benne volt a pakliban, hogy ti összejöttek? Rohadtul nem. Hát már első ránézésre, tehát amikor egymásra néztünk, akkor tudtuk, aha, nem.
Tehát ő is úgy gondolta, és te is úgy gondoltad. Én azt gondolom, hogy ő is úgy gondolta, hogy nem én vagyok az esete. És mi volt? Két ember nagyon felszabadultan iszogatott mellettetek, nagyokat nevettek, és egymást sibogatták az asztal alatt, míg két kicsébe feszült, egymást nagyon rondának tituláló ember méregette egymást az asztal másik oldalán? Nem, én nem tartottam őt nagyon rondának. Átlagos külsejű hölgynek tartottam. És hát akkor ment természetesen ez a hol tanulsz, mit csinálsz, igen, az petrezselymes krumpli ott előtte, de ha, én rántott szeletet kértem, de hasábbal, aha, de jó, szép ez a hely, nem. És mindenki nézegett az óráját. És nagyon hosszú ők viszont rohadt jól el voltak. A másik oldalon összejöttek legalább? Hát természetesen ők összejöttek egymással, legalábbis egy éjszaka erejéig. Persze. Érted, nekem egy kínos estével volt, bejön neki meg egy kellemes estével. De akkor ti nem is azért mentetek, hogy összejöjjetek? Nem, volt ott azért egy kicsit ilyen, persze, tehát engem azzal is próbált meg behúzni ebbe a dologba, hogy van egy csinos barátnője, én is szingli, ő is szingli, és hogy mi lenne, ha. És természetesen itt nem arról van szó, hogy mi jobban érezzük magukat. Nem arról van szó, hogy a csaj eljöjjön azért, mert a barátnő itt is elhozhatja. Hát mit tak utánfutónak? Persze így. De miért nem vállalta be haverot, hogy figyelj, azért gyere, hogy lekösd a rondát? Hát miért nem vállalta? Mi ez a kamuduma, hogy gyere vele össze, figyelj, az van, van egy tök jó csaj, még olyan baromi ronda barátnő, levakaratatlan, gyere már, kösd már le a rondát. Én addig elviszem a jót. Tehát ez sokkal egyértelmű, mint hogy gyere el. Igen, lehet, hogy félt az őszinte válaszomtól, hogy elmész, te jó. Hát egy igaz barát azért ezt megteszi. Igen, ezek nem kellemes élethelyzet, amikor ugye a pár, aki benneteket össze akar hozni, az élete nagy tervét szövögeti. Elmentek egy ilyen vacsorára, és kb. 6 perc után kiderül, hogy esélyetek nincs arra, mert teljesen mások vagytok. És onnantól kezdve nem történik más, mint hogy ami te is mondod, hogy kínosan beszélgettek, a másik pár pedig minden egyes félmosolynál, gesztusnál azt gondolja, hogy na most fognak összejönni, néznek titeket, tanulmányoznak, összesugnak a hátatok mögött, ti pedig ugye baromira szenvedtek attól a helyzettől, hogy két ember vagy egy ember összehozott benneteket, és nagyon meg kellene, hogy tetszetek egymásnak, de nincs meg a dolog. Nálunk ez a pillanat, hogy na most fognak összejönni, na ez nem volt erre. erre nem jutott el. Ezt a pillanatot ők nem élték meg. Viszont amikor összeverekedtetek, azt nagyon szerették. De ráadásul elvárás is, érted? Tehát nem, hogy még hagynád magad sodortatni az árral, hogy ha lesz belőle valami, akkor oké, hanem mindenki azt nézi, na? Most már nézd meg, most már másképp nézd rá. Igen, Istenem, nézd, elkértem a sót. Igen, mondjuk itt... Igen, mert sótlan a kaja. Hát persze, ugye. Itt a mama egyébként valószínű, hogy pánikban van, nem? Tehát ha a hirdetés igaz, és létező gyerekről, meg létező anyukáról van szó, akkor 29 éves, és még nem hozott haza csaj, tehát a mama itt valószínű végső elkeseredésében adta föl ezt a hirdetést. Hát ott van egy árulkodó mondat, hogyha elolvasuk, hogy lélekben még gyermek. Igen, de például a mama nem azt mondja, hogy vigye el valaki tőlem a gyerekemet. Nem jöjjön ide. Hanem ő azt akarja, hogy költözzön oda a kislány. Még azért érdekes, mert a hirdetésben egy szoba van. Tehát azért az egy érdekes felállás, hogy mama szuszog ugye a díványon, kicsit néha felhorkant, te pedig ugye az új kedveseddel valamilyen kis kinyitható kempingágyon a szoba másik felében, nagyon összebújva éppen próbáljátok hát elveszíteni az elveszteni valót, miközben mama hát óvó tekintete mellett azért ezt a dolgot nehéz. Jó, de tapintatosan a fal felé fordulva. Egyébként mama, legyen szíves, legalább forduljon el. Van telefonszám ez a hirdetéshez? Na, hát próbáljuk meg felhívni. Csak kíváncsiságból, hogy hát a mama nyilatkozik nekünk, hogy ki ez a fiú és miért szeretné összehozni. Közben drága hallgatók, mondjuk, hogy gondolkozzatok olyan eseteken, amikor mondjuk ti is egyedül voltatok, ha volt ilyen, és valaki a társaságból, a baráti körből megpróbált benneteket egy nagyon kínos, nagyon rossz hangulatú vacsorán, randevún összehozni egy olyan emberrel, pasival vagy nővel, akivel nyilván esélyetek nem lett volna, hogy összejöjjetek, csak hát a barát vagy a barátnő ezt meg akarta vagy tenni. Anya. És úgy érezte, hogy ti egymásnak lettetek teremtve. Hány ilyen túlvezérelt barátnő van, nem? Hát meg a szülő is, tényleg, amit a Jani mondta, hogy ott ráadásul az van, hogy a anyuka azt szokta mondani, hogy olyan rendes az. Mert az? Jó állás is, nézd meg, milyen csinos, nem az. De hát, majd megszokod. Postán van biztos állása. Nyugdíjas állás. Amit jó lenne felvenni. Nem, sem elérhető. Na, kíváncsi lettem, hogy mama mit mond. Mama mit mond a 29 éves fiúról. Téged vittek már el ilyen erőltetett randira? Garami Gábornak van egy öccse. Balázs. Így van, Balázs. És neki van egy nagyon kedves felesége, akik
engem úgy érezték, hogy bele kell vezessenek a tutiba, de többször is. Tehát, hogy neki küldetésük volt, amikor én szabad voltam sok évvel ezelőtt, hogy már pedig akkor most ne legyen egyedül. Ne legyen egyedül, mert olyan kedves aranyos gyerek ez, gyere Maris, menjünk, elmondta a Balázs, és vigyük magunkkal a Ferencet. Így kerültem ki Budapest valami zöldövezeti területére, ahonnan menekülnöm kellett éjszaka, mert a házi asszony az úgy érezte, hogy akkor viszont tényleg, ha már mi oda mentünk, akkor legyen valami, de én meg nem voltam még fölkészülve arra a csapásra, és gyakorlatilag gyalog jöttem haza valami 30 km a hegyen keresztül, ilyen nem tudom hova. Nem volt jó ajánlka? Nem, de jó, nem volt rossz, de annyira én nem voltam bele szerelmes. Te mondták, hogy Feri, itt van egy csaj, menj el. Kimegyünk házi buliba, kimegyünk házi buliba, és akkor ott majd jól érezzük magunkat négyesben, ez ugyanaz, mint a Janinál, de ők ugye ketten voltak, tehát ez a házi buli, ez tényleg azért jött össze, hogy mi ketten összejöjjünk ezzel a lányjal, de valahogy nem éreztem a, hogy hívják, és akkor mondtam, hogy Balázs, már nem érted, már ciki a dolog, jaj, majd meglátod, jó lesz az, de mondom, nem lesz jó, én nem akarom, hogy ez jó legyen, és akkor kisurrantam az ajtón, és elindultam gyalog, mert azt se tudtam, hol, tehát nem tudtam taxit rendelni. A lány pedig ott állt egy kis lepedőben, gyere vissza, gyere vissza. Bemosakodva. És mondtam, hogy ne, soha ez a kis helyem hálóinget, ezt neked vettem föl. Mondta a Garami, hogy nagyon szereted, és lehet, hogy az ott vár állaszobában, és nem érti. Lehet, hogy ott áll, igen, ez egy 10 éve történt. Jó kis házi buli lehetett, tudod, amikor meg négyen vagytok, az erős buli lehetett. És a többiek, ennyien leszünk. Igen, vártad, hogy akkor parti tudsz válogatni, több nő, de nem csak egy volt. De miért mondta el? Tehát miért kell elmondani? Miért nem csinálta, hogy szervezett egy házi bulit, kicsit odasodródtál volna a nő mellé, érted? Tehát már attól várik erőltetettél a dolog, hogy tudod, hogy elvisznek téged egy olyan helyre, ahol majd neked meg kell ismerkedni valakivel. Miért nem volt ez egy ilyen kis négyes házi buli, kicsit tánc, kicsit félhomály, és akkor valami lesz a dolog, hogy gyere Feri, elviszünk téged csajozni, hát már befeszül ettől az ember, nem? Igen, mert rögtön azt mondod, hogy miért nem tehát, hogy nem gondolod azt, hogy én ezt egyedül meg tudom oldani, ugye? Zsányka, nem csúny. Ez van, nem volt rossz, csak nem. Nem volt az esetem, igen. Uh-huh. És nem volt annyi redőny a házam, hogy annyi fél homályt tudjon csinálni, hogy... De egy ilyen fél ott alvó se, nagyon túl sok. Nagy nem szépült. Volt szép. Túl nagy felületen volt szép. Nem szépült alkoholra se? Nem, semmi. Nem, akár ittam, te ittam, én nagyon ittam. De nem lehetett szépre inni? Nem. Ettem sikerült. Összetört szemüveggel? Nekem ez régen ment. Meg tudtad csinálni? Nekem volt időszakom, amikor nagyon sok mindent szépre tudtam inni. Itt a mennyi, ránéz, megy. Na még egyet. Alakul, de még tudod, egy ide kell. Két vodkát, kettő, úgy jó lesz. Egy dupla után, nézd már, nem is annyira rossz az. De hát lehet, hogy te valamit csinálni. Egy gyerekkori barátom volt ilyen. Szépre itt a? Hát, de ő bárkit. Tehát, hogy ő nálam azért volt egy határ. Nála nem. Igen? Hát, hogy az a típus volt, hogy volt egy bizonyos folyadékmennyiség, amit ha elfogyasztott, utána már igazából mindegy volt neki, hogy ki, és hogy mennyien vannak a szobában, és hogy nappal van, vagy éjjel. Tök mindegy. Van az a mennyiség. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Erőszakos kerítőket keresünk, illetve pontosabban áldozatokat. Milyen szituációban, mikor próbáltak benneteket összehozni egy nővel, egy pasival, aki tényleg nem tetszett, szenvedés volt a randi, próbáltatok menekülni, de a társaságból a nagy kerítő nem akart benneteket elengedni, és mindent megtett azért, hogy valakivel összehozzon. Tényleg minden társaságban van legalább egy ilyen nagy kombinátor, aki folyamatosan azon dolgozik, hogy ne legyenek szinglik a csapatban. Írjátok meg, hogy mi történt, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva az M3-as Budapest felé 60 magasságában beállt, aki tud hajtson le a 3-asra. Klári küldte nekünk. Az M5-ös is van egy trafi, az Albert Irsai lehajtónál. Kornél írta nekünk. Azt hiszem, hogy mi az oka annak, hogy áll az M3-as. És álltak az M5-ös bevezetője is teljesen beállt. Budakalász Megyeri híd 40 perc, Andi küldte nekünk, Köröstadány után, Köröstarcsa felé baleset, egy sávot elfoglal egy törött autó, egy pedig az árokban, rendőrök a helyszínen, óriási a köd, úgyhogy mindenki vigyázzon. Az M3-as egyébként azért állt meg, mert az 58-as kilométernél van egy nagy baleset, és emiatt áll a forgalom, ezt Huszi küldte nekünk. Az M5-ös bevezetőjét egyelőre nem tudom, azt nem küldték el a hallgatók. Viszont van egy traktor keresztben az úton, fejjel lefelé, rendőr még nincs, ez Ásványráró és Dunaszeg között van. Úgyhogy, hát gyerekek, hogy borul fel egy traktor? Mondjátok nekem, eleve 10-zel megy. Az kemény, elég széles.
Hogy raksz fejre egy traktor? Nagyon alá kell szedni, és nagyon nagy padlót kell nyomni egy traktort a fejtetére. Megugrasztom a lovakat, vagy mi volt a terv? Hogy tudod azt? Hogy tudod a fejér tetejére tenni? Azért az egy művészet, komolyan mondom, nem? Egy hát valami, nem tudom, egy töltés oldalába esetleg, ha fel akarsz venni rossz szögbe. Hát és... igen, de még úgy de is még fejére, igen. Vagy a tetejére. Hogy? Nem is értem. Nem is értem. Katalentbe. Na, egyébként igen. Na, azt mondja, hogy ugye érdekes témáról beszélgettünk, mert hogy találtunk egy apró hirdetést, ott egy anyuka akarja összehozni a gyermekét, 29 éves a gyermek, hát lehetnek bajok azért, szegénykém, ha nem talált magának még senkit. Anyuka azon gondolkozik, hogy ugye hát összehozza gyermekét egy lányjal, ezért feladott egy apró hirdetést. És arról beszélgettünk még a hírek előtt, hogy minden társaságban, ha az ember szingli, van valaki, aki annyira a lelkén viseli az ő sorsát, hogy megpróbálja valakivel összehozni, és ebből ugye a legtöbb esetben kínos randevúk születnek, amikor is nem tetszik az illető, a társaság erőlteti, nincs is kedved ott lenni, de mindenki szentül megvan arról győződve, hogy na ő kell neked. A mi jó most... Isten is egymásnak teremtett benneteket. Uh-huh. Mi most összehozunk csak benneteket, az. És aztán ebből mindig nagyon nagy szenvedés. Mindig nagyon nagy szenvedés van. Az esetek nagy többségében kellemetlen a szitu, szenvedsz, vakarózol, szembe ül veled egy olyan valaki, aki nem tetszik. Ha nő vagy, egy ronda pali, ha pali vagy, akkor egy olyan nő, aki nem jön be, és közben súgdolóznak melletted, hogy na mindjárt összejönnek, mindjárt összejönnek. Itt van velünk Gábor, hello Gábor, jó reggelt! Szervusztok, szia Bali! Hello, ciao, hello! Honnan hívtál minket, Gábor? Budapest. Budapestről. Na, veled mi történt, mesél? Gimiben, én negyedikes voltam. Tudod, a gimnáziumokban azért mindig vannak a menőbb srácok, közepesen menők és a kevésbé. Hát én mondjuk így menőbb közé tartottam, tehát megszokott dolog volt az, hogy akad egy-két olyan kislány, aki szívesen találkozna velem is, természetesen másokkal is, akik ebbe a kategóriába tartottak. Menő voltál, bírtak a csajok. Aha. Mondom, te is, Balázskám, nem? Hát nézd, én nem, Gabikám, nem. Ebben a formában nem. Sose tartoztam hát a menők közé, sose tudtam csajozni, Gabikám, és sose. Na, sose ment igazán jól, legalábbis a gimiben még nem, Gabikám, ott még nem ment jól. Igen? Kertetlen. Nos, a negyedikes voltam, és egy viszonylag helyes kislány keresett, hogy meg szeretne ismerkedni velem. Kiderült attól, hogy végül is nem is ő, hanem egy barátnője, aki... Amikor megjelent, akkor hát azt mondta, hogy inkább talán ezt mégsem, természetesen kedvesen tiszteletbe tartva az érzéseit. Egy duci, szeplős, vöröshajú kislány volt. Aztán eltelt egy-két év, és megláttam őt televízióban. Na. Ismert személyiségével, sőt, talán az egyik legismertebb személyiség a bulvárlapok címoldalán. Tudhatjuk, hogy ki ő? Hát nézd, én nem mondanám el. Miért? Szerintem... Most még ott van a tény. Kárász Robi. Kárász Robi. Nem, egy nagyon ismert celeb kisasszony, illetve asszony. És ti összejöttetek? Tehát nem értem, hogy mi a történet vége? Bemutatták neked őt, akkor te azt mondtad, hogy nem? Természetesen azt mondtam, hogy nem, de ettől még telefonszámcsere, kapcsolattartás, beszélgetés, nem egy ilyen durva lerázás volt, hanem úgy kultúráltan megpróbáltam a barátság felé terelni. Uh-huh. De azért, mert hogy kövér volt? Vagy azért, mert szeplős? Hát, tehát neked azért, nem tetszett? Mert őszintén szóval nem tetszett. Aha. És akkor ennyien szóltam, tehát nagyon nem tetszett. És aztán néhány év múlva összefutottunk véletlenül, akkor azért egy éjszakára beteljesedett a dolog, de az egésznek a lényege az, hogy... Akkor már nem volt szeplős? Vagy akkor már nem volt duci? Félúton volt. Tehát tűntek el a szeplői. Aha. Tűntek el a szeplői. Szeplőből már kevesebb volt. Folytak a szeplők. Most mondjunk neveket, akkor elmondod, hogy igen? Tehát ha én mondok neked neveket, akkor te elmondod, hogy igen, Balázs, ő az. Uh-huh. Hát én szerintem az elsőre el fogod találni. És hogy tudod bizonyítani, ez valójában megtörtént, mert ugye ez a nehéz. Hát pont ezért nem szeretném, nem volt nálam mobiltelefon 1989-ben vagy 90-ben. Tehát akkor történt a dolog. Igen. És hol találkoztatok később? Kérlek szépen az Újlaki Diszkó nevű zenésztáncos túrakozó helyen. Na most hiszem el a sztorit. Na, innentől na ez ugye elég konkrét. Az Újlaki Diszkó. Tehát szeplős, kicsit duci, vörös hajú?
Igen. Vörös hajú. Vöröses. És ő TV2-s? Igen. TV2-s. Hát akkor megvan. Megvan. A Klaudia volt? Természetesen, igen. Jó, na, ne, hát akkor nekem, jó, én nem voltam ott, 89-ben, hát 12 éves voltam, azt se tudtam, merre van előre, Gabikám. Hát nekem ez nem annyira természetes. Tehát azt mondod, azt állítod, hogy később összejöttél a Klaudiával. Hány éves voltál akkor? 20. És Klau? Hát azt hiszem, hogy ő 2 évvel fiatalabb nálam. És kinéztétek egymást az új Lucky Diszkóban? Hmm. Vagy lassúztatok egyet? Hát hogy nézd, ennyire azért az intim részletekben nem szeretnék belemenni. Én lementem csajozni, mint minden normális egészséges. Hát ezen nincs baj. 20 éves srác vadászni a csajok között. És hát akkor futottunk össze, és mivel ugye ismertük egymást még a gimnáziumból. És te mondtad neki, hogy emlékszem, te vagy az a duci szeplős lány, akit én visszautasítottam? Hát, persze, vagy a... persze, azzal kezdtem. Uh-huh. Azzal kezdtem, de hogy így. Hát mondom, hogy teljesen normálisan, tehát szó nem volt ilyen lepattintásról. Aha. És ott végig beszélgettük az éjszakát, és lett az estét, és utána feljött hozzám. És a remek kaszinótojátot reggel, mivel az egész éjszakából az maradt meg a leginkább. Ahogy te dicsérsz, nem dicsér úgy. De nem lehet, hogy csak egy brutális vágyálom, amit már annyira a valóságnak élsz meg, hogy ezt így történetbe öntöd tulajdonképpen? Nézd Balázs, neked akkor viszont a... Nem csak kérdezem. Hát. Nem. Jó. Nem, hát... Nem hiszem. Nem csak kérdeztem. Hogy mondjam, hogyha vágyálokat fogalmaznék meg, akkor mondjuk a Sharon Stone-t mondanám, vagy mit tudom én. Ez megtört. És amikor megtörtént az eset, akkor a Klau már híres volt, tévés volt? Nem. Akkor még nem. Nem, akkor csak egy lány volt a melyik diszkóból. Hát utána volt a megdöbbenés, amikor külön show-val jelentkezett, ugye azt hiszem a TV2-n, és akkor néztem, hogy hoppá. Felértékelődnek a dolgok. Na jól van. Oké, és azóta is nagy csajozógép vagy? Nem. Tisztességes családapa vagyok, szó nincs ilyen, komolyan mondom. Ez most az este hitte, de hogy nem, hát miért? Hát a Klaunak is lehetett előélete, 18-20 évesen, hát csajozott, pasizolt, hát ez hogy nem? Tehát nem annyira ijedettem, és azt mondod, hogy Angelina Jolie-val jöttél össze, nem tudom, egy új fejértói diszkóban, azt egy kicsit talán nehezebben hinném el. Jól van, oké, köszi, hogy elmondtad nekünk, Gabi. Vigyázz magadra! Ti is, sziasztok! Ciao, szia. Hello! Annyira irigykedik. Balázskám! Gabikám! Balázskám! Na, nézzük még gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy a Nagyim nagykerítő jelszava, hogy csak az ördögnél legyen egy fokkal szebb. Ebben a szellemben rámállított a helyi boltos hentes lányt, aki szélesebb, mint magasabb, viszont mama szerint szép húst ad neki. Praktikus szempontok. Így van. Így gondolkodnak a mamák. Hát, Válogatos vagyok, így a nagy összeforrás elmarad. Dávid. Mindig pult alól szolgál ki. Sógornő se akart egy házi bulival összehozni egy lányjal, bemutatkoztam, majd a lány egy megvető férészek mosolyan mondta, vécére kell mennem. Azon az estén, és azóta se láttam a lányt, ezt Tamás küldte nekünk. Nekem volt egy nagyon jó fej barátom, annyira próbált segíteni, hogy a kiszemelt lányzót addig puhította, míg helyettem szedte fel. Érdekes volt, már több hete udvaroltam, majd egy buliban mondta, hogy bízzam rá a csajt, majd ő elintézi. Elintézte. Ez mondjuk jó. Dávid küldte nekünk. A barátnőim nem szeretik a páromat, akivel 7 éve vagyok együtt, és ők 7 éve nem adják fel, hogy szerintük normális fiút keressenek nekem. A büfében, ahol dolgozom, folyamatos randikat szerveznek, ez baromi kellemetlen. Írj egy hallgatónk. Engem folyton anyukám barátnője akart összeboronálni valamelyik fiával, mondtam, hogy jó fejek meg minden, de ez nem így megy. Melyikük tetszik, jött mindig a kérdés. Baromira untam. Robi vagy Tomi? Enikő írta nekünk. A barátnőm a srác jelenlétében kérdezte meg tőlem, hogy bejön-e nekem. Nem jött be, próbáltam valamit hebegni, habogni, baromi kellemetlen volt. Azt mondja, hogy nemrég egy barátom szervezett nekem egy ilyen randit, hármasban beszélgettünk arról, hogy a szép csíni lányokkal csak megjelenni lehet, de társnak nem valók, mikor a végén felállt, ennyit mondott, köszi, de nem maradok, de maradok inkább a dekoratív lányoknál. Moncsi. Micsoda, ezt nem értem. Miről szólt ez? Dicsőjét hétek, gondolom.
Az, hogy szép lányokkal csak megjelenni lehet, de társnak nem való. Mikor a végén felállt, ennyit mondott, köszi, de maradok inkább a dekoratív lányoknál, Moncsi. Tehát ezt a lány mondta a srácnak, hogy szép lányokkal, akkor Moncsi, te nem vagy szép, vagy... Nem tudom. Nem értem. És utána a csávó mégis azt mondta, hogy marad a dekoratívoknál. Kérdezem meg a Klaut valamikor a Mészbe a TV2-be, csak emlékszik-e. Melyik diszkó? Csak ennyit. Mi? Melyik diszkó? Milyen diszkó milyen volt? Új Laki. Új Laki diszkó. Az Új Laki 90. diszkóban. 90. Gábor. Jó, csak úgy kíváncsiságom. Új Laki diszkó 90 Gábor. Gábor. Ja. Jó, csak ha találkoztak, akkor kérdezz. Mond neked valamit, az Új Laki diszkó, Gábor. 1990. És így berántani. Ja. Senkinek nem beszél róla. Az kérdés, hogy mennyire volt igaz ez a sztori, igen. Robika írja, mennyire válogatós hapsi. Robika küldte nekünk, igen. Blasszus, Klau azt mondta, én voltam az egyetlen. Hát, na most tessék. És ki csinálta a kaszinó tojást? Ezt én nem értettem. Ez az, hogy most éjszaka fölviszel egy nőt, aki kaszinó tojást csinál neked ilyen. De a Klau csinált kaszinó tojást neki, vagy ő csinált kaszinó tojást reggel a Klaunak? Vagy csak volt kaszinó tojás otthon. Nem tudom. Vagy csak a Klaunál volt kaszinó tojás. Most ha fölviszek egy nőt, azért ő nem fog kaszinó. Tehát, vagy ha már kaszinó tojással töltjük az időt, akkor nagy baj van, nem? Hát nem, reggel csinál neked egy kaszinó tojást, azzal nincs baj. Hát miért? A reggel csinálsz reggel kaszinó tojást. Hát volt egy. Előre bekészített egy kis félmirelit kaszinó tojás. Nincs ez. Jó ez a sztori. Emlékszem, hogy pont ebben az időszakban jöttem össze még a csúnya Bódi Szilvivel a Tápiosz elejé faház presszóban, azt hiszem meghívtam egy csoki puncsra. Igen. Lehet, sose tudjuk meg, hogy igaz volt, vagy nem. Na, jól van, köszönjük az SMS-eket, mutatjuk a beugrót, hogy mit kell kitalálni, mert ugye a hírek után hármas ugrást játszunk, úgyhogy figyelje mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na, most jön. Hogy tetszik mondani? Ha nem koncentrálsz teljesen, akkor a katyva, az nagyon kell figyelni. Mutatjuk még egyszer. És a közepe az nagy erdő. Az eleje vége az megvan. Az eleje vége neked. Megvan. Nincs meg? Fogalmam. Egy sem? Hát egy talán. De valamit mi is játszunk. Valamit nem értek, hogy kerül oda, de sokat játszunk mi is. 3 perc van, pontosan 9 óra. Ha szeretnétek hármasugrást játszani, küldjétek nekünk, jó? Hogy mi a beugró, egy dal, egy előadó, egy két előadó, teljesen mindegy. A lényeg, hogy mit hallottunk, 2 darab jó megfejtésre van szükségünk. Küldjétek az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, vannak friss közlekedés híreink. 185-ös kilométernél Budapest felé az M3-ason van egy trafipax. Aztán torlódás van a nulláson a 19-es kilométernél az M1 felé. Kérdezi valaki, nincs-e több infónk? Hát egyelőre nem látok mást, de mindjárt odaérek, és akkor lehet, hogy találok valamit. 3-as szám úton is lépésbe lehet haladni. Ha valakinek van tippje, hol lehet még kerülni, kére segítsen. Beatrix küldte nekünk. Igen, mert gondolom az M3-asról mentére. Teljes útzár van ugyanis Pest felé az M3-ason, és a 60 kelet kihajtójánál még le lehet menekülni. Ezt Gabesz küldte nekünk, Pest felé 59-es kilométer teljes útzár, elég nagy baleset, emiatt torlódik egyébként a 3-as is. És emiatt van dugó ugye már igen, az M3-ason és a 3-ason is, ahogy mondtam, tehát ott ez az oka. Viszont azt nézem, hogy eddig nagyon sokan írtok a Klaudiás sztorira, hogy igaz volt, vagy nem volt igaz. Most nem akarjuk ezt eldönteni, hogy ez most működött, vagy nem működött, igaz volt, vagy nem volt igaz. Betelefonált, elmondta. Nem tisztünk ezt kideríteni, nem? De már hallgatóink számolnak, 89-ben nem lehetett igaz. Klau 16 éves volt. Megnéztem a Wikipédián. Hát attól még azért ez a történet működhet. Szóval más viszont arra jött rá, hogy akkor ő már volt a szomszédokban, tehát emberünknek valószínű, hogy nem volt tévéje.
mert nem tudta, hogy ki, ha 89-90-et nézzük, akkor Claudia már, akkor még nem lehetett ő a szomszédom. Hát figyelj, 89-90-ben már volt szomszédom. 16 éves volt a Klau, igen? Akkor ő körülbelül olyan korú volt, amikor szerepelt benne, ugye Julcsinak volt a legjobb barátnője. Julcsi barátnője volt, arra már nem emlékszem. Julcsi barátnője volt, és mind a ketten ilyen kis fruskák voltak, középiskolások. Hát sőt, Julcsi, már hogy Ábel Anita, ugye ő már gyerekként benne volt a sorozatban. Hogy ne lett volna? Tehát lehet, hogy akkor már Klau szomszédokban volt. Lehetett, simán. És akkor jött Gabi, ugye? Akkor jött Gabikánk. Melyik diszkó ez? Mit mondott? Mindig elfelejtem. Milyen diszkó? Új fehér tó? Új fehér tó. Új pesti, vagy mit mondott? Új pesti. Új laki. Új laki diszka. Az új laki diszkó. Az új laki diszkóban összejött Klauval. Emlékszem az aranykalázba egyszer, amikor az Anitának küldtem egy vörösboros kólát. Melyik Anitának? Tudni akarok minden. Tudni akarok minden részletet. Akkor még Júcsinak hittem. Szegény Anita ezzel a Júcsival. Miért nem csődök rá a Klaura? Hogy? Kérdezzük meg. Hogy mióta erre veszélybe? Egy urinő erről nem beszél. Így van. Hogy mi a pasik kérkednek ezzel mindig, én... erről egy nő nem beszél. De hát, hogy engem igenis érdekel a kaszinó tojásának a receptje. Én meg akarom kapni. Mit tudhat az a nő? Az a kaszinó tojás. Aki reggel kaszinó tojással kényezteti a pasit. Hát milyen jó az. 94-ben már a szomszédokban. Na, azért mondom, hogy 89-90 még nem volt a szomszédokban. Aha. Tehát a 94-ben lehetett. De ugye ez a sztori, ez 89-90-es elvileg, amit Gabika elmondott. Úgyhogy ott még azért Klau nem volt a szomszédokban. Úgyhogy ott azért nem ismerhette még. Na mindegy, érdekes történet volt. Az M3-as már járható, kaptuk SMS-ben. Gyömrői út, Sárkány Center, KPM. Ezt Gyula kérdezte. Vagy Gyula mondta, köszönjük szépen. Bali, láthatalak szombat délután a Velencei tó északi partján a Benével bicajozni? Igen, ott voltam. Uh-huh. Defektel tekertem le 20 kilométert. Úgyhogy ez mindig egy csodálatos történet, ha az ember nem készíti fel a bringáját arra, hogy nagyot fog bringázni a gyerekkel. A harmadik méter után jöttem rá, hogy defektes a hátsó kerekem. De ez tavaly óta így van, nem? Becsületemre legyen mondva, letekertem, felningurultam 20-ból 18-at, de végigmentem. A fene vigyel, azért nem gurul jól. Hát másként, szóval azért melós. Nagyobb a tapadás. Melós, más. Az volt a szerencsém, hogy lassan eresztett. Tehát ugye otthon én belefújtam, felfújtam, és szépen lassan eresztett, tehát már a vége felé eresztett le teljesen. De a közepétől már egészen... Menni, egy kerék! De végig az első. És csak az első. Csak az első mentem az végig. Az lett volna egyébként jó. Na. Megnéztem egyébként. Kimentem, megnéztem a kis csomagtartodat, kis kerékpártartodat. Hát egy 3-4 hónap is eldöltött, hogy milyet akarsz venni. Menni. Ne kapkodj, nézd meg ezt is, fotózd le, szüld meg, ne kapkodj, hát a kutya fáradt, ne kapkodj. Nehogy most itt lázba gyere, és vegyél egy ilyen bicikli tartót, ami nekem most itt van a pacsóra. Azt hiszem, hogy amit én akarok venni, az alap, de akkor ezek szerint még van annál lejjebb. Ez nagyon minimál. Szóltam a Julinak, hogy keresem valamilyen ízét, valamilyen piros rongyolt, vagy valami, hogy hívják ott pólót, majd rákötjük a végére. Mert úgy néz ki, mintha használt vasat. De nem hiszed el, de tényleg nem látszik. Tehát, hogy benn van egy ilyen el, a kim van, ugye nincsen rajta most semmi, és kiáll egy ilyen másfél métert így be az út felé. Gyerekek, ha szombaton bringázom a gyerekkel, és fölteszek egy csomagtartót a vonórogra, annak még hétfőn nem kell. Azt még hétfőn nem kell leszedni. Ez nem kell kapkodni, hát nem élünk olyan precízen, mint hiszen egy csavarra van rögzítve. Hiszen azért egy csavarra van rögzítve. Csak legalább három húzás a villás kulcsal. Még hétvégére jó időt mondanak, hát most szedjem le, tegyem föl, hát most éppen rajta marad, nem. Hát már végleg vége a bicikli szezonnak, akkor leveszem. És kapsz egyébként. Tolockodtam rajta egy 10. Olyan, mint egy ilyen mobil street gym park. Hát most ezt a célt kell, hogy szolgálja, hogy bringát tudjak rajta vinni. Nem? Arra viszont teljesen. Arra tökéletesen alkalmas. Igen. Olvasnátok ezt a kis égitestet, ami elrepült hozzánk most nagyon közel? Felfogtátok ennek a jelentőségét, hogy mi történt most hétvégén? Szerintem menjünk. Átérzitek ti a jelentőségét? Hogy mind ment keresztül az egész világ? Most szombaton? Hát hogy nem fognánk föl? Hát te is felfogtad a jelentőségét, hiszen mondtad a gyereknek, hogy Benny, ki tudja mi lesz, ki tudja, nem tudom. Hogy alakul a hétvége? Jön ez az égítés, menjünk el biciklizni. Jobb később, mint soha. Gyorsan körbetekerzünk félig a Velencei tavat. Nem ez a lényeg ebben a történetben, hanem az, hogy összesen 480 ezer kilométerre haladt el tőlünk. Aztán ez sok? Ez kevés? Az a baj, hogy ezt válaszolhatsz bármelyik kérdésre. Igen. Még egyszer fölteszünk. Ez sok? Kevés? Ez nem sok, nagyon kevés. Aha!
De nem értitek, nem értitek meg, hogy ez miről szól már. Rá, próbáltam nektek ezt reggel elmondani, láttam, hogy egy ilyen fura várángatással magamra hagytok ebben a beszélgetésben. De hogy érezted, hogy így elsően a föld mellett, és így valami összeborzott anyád. Nem ez a lényeg. Összeborzott a hajadata. Ez egy 400 méter átmérőjű kis szikladarab volt, ami egy focipálya méretű. Másodpercenként 32 kilométer tesz meg, de még ez sem fontos. És ez elment. Ez elment mellettünk. Akkor mit érdekel bennünket, ha elment? Uh-huh. Nem? Hát akkor most mit vacakolsz? Most tényleg belekapaszkodsz egy 400 méteres focipályányi izébe? 400 és mi van, ha nem megy el mellettünk? Hát de elment. Ha nem telibe ver minket. 480 ezer kilométer, ami azt jelenti, hogy csak egy kicsit volt távolabb, mint a hold. És a lényeg ebben az, hogy a NASA beismerte, hogy egy héttel ezelőtt vették észre. Meg karbantartása volt a távcsövük, vagy mi? Elbújt a hold mögé. Ja, onnan tényleg támadott. Tehát minden lehetőségünk megvan arra, hogy hiába, ugye a NASA mindig mit kommunikál? A NASA azt mondja, hogy az elkövetkezendő 30 évben mi mindig tudjuk, hogy keresztezi a földpályát, nem keresztezi, lesz baj, nem lesz baj, nyugodjatok meg, mi azt előre mondjuk. Erre megérkezett ez a mit tudom én, TB-145-ös kis égitest, ami azért egy focipálya méretű, ha becsapódik, állítólagosan több kilométer magas cunami is születhet. Azért azt gondoljuk át, hogy több kilométer magas. Mondjuk ez így elindul az Atlanti-óceán partjai felé, mondjuk New York felé. És egy héttel ezelőtt vették észre, tehát a NASA-nak finnya nem volt arról, hogy ez létezik. Én ennek örülök. Miért? Én jobban örülök neki, hogyha nem szólnak, mintha szólnak. Én ezt most nagyon komolyan mondom. Tudod, ki a rettegésben élni egészen addig, amíg ide ér. Érjen ide nagyon gyorsan, érte, fölnézel az égre, hogy kettő más sötét van. Érte. Én ennek jobban örülnék. Nem pusztult volna ki az emberiség. Nem lett volna globális halál tényleg mindenkire. De elképzelhető lett volna, hogy ez becsapódik valami New York mellett, akkor a vízparti városok Manhattan, de vége van. Aha. Vége van mindennek. Több kilométer magas cunami jön létre. És nem tudták, hogy ez létezik. Tehát elvileg bármikor megtörténhet, hogy egyszer csak kiáll valaki a NASA-tól, és azt mondja, mi rengeteg filmben ugye már megtörtént, gyerekek, három nap múlva valahol becsapódik egy focipálya méretű, reméljük, hogy mondjuk lakatlan területe. Így gyerekek? Tessék? Gyerekek. Ne! Szörnyű híreim vannak. Megérkezik. Ugyanis ez a TB100... Laraskám, Gáborkám, Baláskám. Larikám, Balikám. Ha ez a TB145-re keresztelt kis aszteroida, csak így elhúzott mellettünk, úgy, hogy egy hete még azt sem tudták, hogy létezik, akkor bármikor beállíthat egy hasonló vagy egy nagyobb, úgyhogy egyszer csak megjelenik. Tehát de mi? Keresztezi a földpályáját. De akkor ez is keresztezhette volna elvileg. Mától féljek? Nem ezt mondom, csak érdekes a dolog, hogy egy hete mondták, mekkora vázli elmegy. 400 ezer kilométerre egyébként baromi kevés. Én rágyújtanék, Feri. Már ez is erre megy ki. Nem most. Legyél idegás tőle. Erre pörgetnénk. De nem érzed, hogy ebbe bele is tudsz halni? Én figyelj, én nagyon őszintén mondom, hogy én nem szeretném, ha bejelentenék. Ne legyen itt pánik, viszonylag nyugodtan éljük le az utolsó napjainkat, és aztán jöjjön, aminek jönnie kell, de ne az legyen, hogy itt most akkor két hónapon keresztül, vagy egy hónapon keresztül, nem egy két héten keresztül is. Nem akarok rettegni. De most tudod, nem akarok, hogy egy hét múlva vége az egésznek, hát nem oda mennél bárkihez, aztán egy cickó vagy egy... Mondjuk ebbe igazad van. Ugye? Hát és nem venném meg azt a rohadt kerékpártartót. Mi a francnak? Hát most már minek el a kis időre. Azért az nem kicsi 400 méter, nem? Hát nem, hát pont 2x200. És 4x100, igen. Tehát majdnem, ugye, ha azt nézed. Igen. Hát nem, azért nem, a focipálya az kicsit kisebb. De ugye sok focipályát tudsz egymás mellé tenni. Uh-huh. Vagy ha körbenézed a focipályát, az majd hát 400 méter. Tehát egy klasszikus egy atlétikai pálya focipályával, és körbe a... Becsukom a szemem, előttem is van a SZAC, a Szentpéteri atlétikai pálya. Igen, és pont oda megy képzelni. Pont, rohadt nagy. Nem, csak a dolog érdekes volt, hogy nem tudták, hogy létezik. Mit tudnál kellene tenni? Semmit. Hát ha pár napod vagy idegen, valószínű semmit egyébként. Mivel lövöd? Micsoda? Eddig rejtem, hogy az a film is arról szólt, a Bruce Willis-szel. Fölmentek, megrobbantották, eltérítették. Hát olyat nem lehet csinálni? Küldjék fel a grippeneket. Van üzemképes? Akkor hagyjuk. Nem tudom, hogy biztos fel lehet menni fölrobbantani. Nem lehetne csinálni egy ilyet? Hát azért a leszállás, azért az macerás. Mit csinálsz? Rommál lőd atomokkal? Nem tudom, hát csak volt belőle film, több ilyen témájú film is volt, hogy ott kilőtték, vagy eltérítették, vagy nem tudom, ketté robbantották, nem tudom már mi volt, ahol az a szegény Bruce Willis. És akkor az egyik jobbra, a másik balra. És akkor két. Ami viszont érdekes, hogy miért nem vették észre, mit mondanak, hogy hol volt, a hold mögött, vagy a föld másik oldalán? Itt ebben ez az érdekes, hogy ez így megjelenik, igen. Tehát, hogy nem tudják, hogy hol van. Takarásban volt.
Na de mit akarta? Egy nagyobb üstökös takarta, egy 600 aha. méteres. Igen, de azt megtudtuk, hogy ez nem erre jött, azzal nem foglalkoztunk, világos. Az elment arra, ez megjött emelre. Elment, jobb, ez meg elborítottuk mellettünk balra. Dollármilliárdok a NASA költségvetése hihetetlen sokat áldoznak az égbolt tanulmányozására, erre egy ilyen óriási, tényleg focipálya méretű kis kövecskét, aztán, hát igen, ezt még két hete nem is tudtuk, hogy létezik. Csak egy megjelent, hát ilyen alapon akár velünk is csapódhatott volna. Nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy NASA-nak nincsenek válaszai, csak kérdései minden. Érted? Tehát, hogy jó, de hogy ezek a kérdésekre még nem tudjuk a választ, de majd 10 év múlva. Ő körülbelül így fejezik be az összes nyilatkozatukat. Majd 10 év múlva. Igen. Na most a 400 ezer kilométer valójában ugye soknak tűnik, de ugye azt nézed, hogy milyen távolságokban repülnek el, 1 millió kilométer, 2 millió, 5 millió kilométerre tőlünk repülnek el ezek a kis darabkák. Ehhez képest azért a 400 ezer kilométer az valójában kevés. Megcsapott bennünket a szelle. Hát majdnem. Azt hány Budapest szabad kígyós távolság lehet? Mit számolt? Milyen szabad kígyós? Hagyjál már te! Én nagyon kíváncsi lennék, hogy mi történne akkor. Azt mondja, igen, na ez most megérkezik valahol. Próbáljuk kiszámolni a pályát, hogy nagyjából hol fog becsapódni. Ha mondjuk Európába, akkor az annak az országnak mondjuk vége. Ugye globális katasztrófa nem történik, de mondjuk megérkezik Franciaországba, becsapódik valahol, akkor... Ott annak annyi. Vélhetően, hogy el kell menni mindenkinek Franciaországba. Tehát de mi csak kitelepül egy ország? Hát elindulsz az országba. Most azt mondja, hogy ez megérkezem mondjuk Magyarország fölé, és itt csapódik be valahol Érd magasságában, hát akkor szeded a kis sátorfádat, és elindulsz valahova. Uh-huh. De merre? Tessé? De merre? Hát egy csomó helyen már kerítés van, arra nem tudsz. Hát így van. Nem? Ugye, hogy milyen érdekes élethelyzet lenne egyik pillanatról a másikra hirtelen csak nekünk kellene menni. Nem? Hát igen, de legalább inket nem támadnának azzal, hogy gazdasági menekültek vagyunk, vagy ilyesmi. Érted? De éjszakra mennél, délre mennél. Hát valahova, ahol azt mondják, hogy oké, itt már nincs, itt már nem vagy veszélyben. Meddig egy ilyennek, meddig ér el a hatásköre egy ekkorának? Mit? Hát tudjátok, Oroszországban van egy ilyen régi becsapódás. Tunguszka. Így van, és ott valami nem tudom hány 100 kilométeren. Hát belül négyzetkilométer egy területen. Mi semmit nem tudsz, tehát kiszámolod a pályáját, és reményeket semmit nem tudnak csinálni. Tehát ez szépen megérkezik, becsapódik, és vége van. Ha az óceánba esik, akkor jön a cunami, ha szárazföldre esik, akkor ott azért... Bizony. Hát, hogy csak imádkozhatnál felé, hogy inkább a Bajza utca és környék, hogy a vállalkozásodokat ne bántsa Isten. Valahogy arrébb költözzünk mi. Igen, gyorsan. Júj. Igen, gyorsan el kéne menekülni. Mindegy, érdekes a dolog. Kíváncsiak, hogy mi lenne, ha egyszer egy ilyen megérkezné ide hozzánk. De hát ne történjen ilyen nyilván. Tudtam egyébként. Én egy picit mindig féltem ettől, hogy valahogy be fog kavarni a TB. Ezért nem vetted meg te ezt a csomagtartót, mi? Hát erre a kis na jó, oké, akkor menjünk a jövő héten. Ráér akkor is. Igen. Na játszunk, itt van már is a hallgatónk, hármasugrás játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Tina! Ciao! Hello, honnan hívtál minket? Budapestről, mit csinálsz éppen? Most éppen ezért kiszálltam a kocsiból, hogy halljalak titeket. Te aranyos vagy! Miért a kocsiban nem hallasz? Hát, ki kellett kapcsolni a rádiót. Aha, de... Na, de ott a telefon a kezedbe. Igen, de a páromnak segítenie kell. Ja, hogy ő hallgatja a kocsiban a rádiót, de meg odakünn. Azt hittem, egyedül vagy, és kiszálltál a kocsiban, hogyha lekapcsolod a rádiót, nem hallasz minket. De hát igen. Ott a telefon. Mivel foglalkozol, Tina? Én otthon vagyok, háztartásbeli. Ó, hogy? Hát, párom dolgozik, én meg eltartom otthon a háztartást. Nagyon jó. Ez egy jó, régi klasszikus család. Igen. De gyerekek is vannak? Tehát, hogy főállású anyaként vagy otthon, vagy csak úgy egyedül otthon vagy? Sajnos nincsenek gyerekek, csak szimplán otthon vagyok. Uh-huh. Vásárolgatsz, főzöl, takarítasz. Igen? Igen. De saját döntés volt, hogy a párod nem akarja, hogy dolgozzál? Vagy hogy? Mert látod dolgozni? Dolgoztam régen. Uh-huh. De úgy volt vele, hogy inkább otthon maradjak. Jó az. Félti. Nehogy baja legyen. Menjél munkahelyre. Pasik is vannak. Viszont este program van. Este vacsora legyen. Igen. És hogy bírod? Jó, egészen jól. Szeretem csinálni. Szeretek, hogyha van olyan, akinek szívesen főzöl, takarítasz, mosol. Uh-huh. És mivel foglalkozik a párod? Ő építkezésen belül villanyszerelő. Villanyszerelő a párod. És neked egyébként van szakmád, vagy végzettséged? Persze.
Cukrász. Jaj, ez nagyon szép cukrász, szakma. Cukrász vagy. Nagyon szép szakma. Uh-huh. Hát akkor ezt otthon tudod kamatoztatni. Így van. Uh-huh. És nem hiányzik a munka már, mert hogy dolgozzál, vagy elmenjél valahova. Tehát hogy az ember úgy hasznosnak érezze magát. Nyilván otthon is baromi hasznos dolgokat lehet csinálni, tehát nem erre gondolok, hogy bármi, amit otthon csinálsz, az értelmetlen, csak hogy ilyen fiatalon mondjuk valóban tartozni, vagy munkahelyre menni. Hát nem hazudok nektek, azért hiányzik. Hiányzik. Uh-huh. És a párod mit mond, hogy miért ne? Igazság szerint okot nem mondott rá. Csak hogy ő szívesebben lát otthon. Aha. De nem is engedi? Vagy, tehát, hogy tiltja konkrétan azt, hogy elmenj, vagy csak így ajánlás? Nem, nem. Csak úgy felajánlotta. Uh-huh. Szóval, ha én el akarnak menni akkor dolgozni, akkor mehetünk uh-huh. bármikor. Jó, van. Milyenek a kérdések, Jani? Ó, hétfő light. Hármas ugrás soft. Igen? Könnyű van. Aha. Nagyon na. Kellemes hétkezdet. Hát remélem. Jó is lesz. Na, megkeresem a kérdéseket. Itt van. Na, figyelj. Azt mondja, hogy itt szól az első kérdés. Melyik amerikai színész filmjei a Túl a csúcson, a Copland és a Supercella? Ez a könnyű. Igen. Abba már mondja bent. Itt vagy? Direkt nem raktam be a triviálisokat. Stallone? Igen. Így van. Következő kérdésnél nem fogunk ennyi időt adni. Nem. Svaj szívek voltunk. Menjünk tovább? Persze, menjünk tovább. Melyik megyékben található Magyarország legkeletibb települése? Legkeletibb? Települése. Hajdúbihar? Nem. Nem. A keleti. 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 Szabolcs-Szatmár. Az bizonyám. Az lett volna. Bizonyám. Garbolc nevű település. Így van. Na, jó. Na, hát igen. Ez most nem. Ez most nem sikerült. Tina. Hát nem. Köszönjük a játékot. Mi is köszönjük. Ciao. Sziasztok. Hello. 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 Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Mi van a farkassal? Melyikkel te? Ki? Nőtte le ezt a farkast. A állatkertnek a igazgatója. Hát ezt nem is értem egyébként. Tehát a farkas megszökött az állatkertből. Mondták a Dirinek, baj van, megszámoltuk a létszámot, megvannak az emúk, megvan minden, meglépett egy farkas. Mondta a Diri, hát magam járok utána, leakasztotta a fegyvert, és elindult az erdőbe, és kilőtte a jószágot. Állítólag voltak ott hivatásos vadászok is, de valamiért mégis az állatkertnek az igazgatója vette a bátorságot, illetve a flintáját, meg az éles lőszereket, mert csak azok voltak nála, altató lövedék, nem? És magára vállaltat. Én ilyen igazgatókat akarok mindenhol, tényleg. Én szabadítottam rá. Már ide nem. Én végzem ki. Mondta. Kinyitotta a páncélszekrényt, kivette a puskát, felvette a gumicsizmáját. Nyakamba veszem az egyet. Átlógtak a reklámok, kurva a Balázs, talán még kilövök. és kilőtte. Tehát ez az igazi állatkert igazgató. De neki kell legyen fegyvertartási engedélye egy állatkert igazgató. Lehet, hogy ő vadászott. Igen, több mint valószínű. És hát nyilván mondjuk az altató lövedékkel való hatástalanításhoz, hogy ilyen szakszerűtlenül fogalmazzak, valószínűleg ért. De azt mondta, hogy ebből a távolságból, amikor ugye megtalálták a farkast, nyilván utána kellett eredniük, hogy nehogy valami baj történjen, mégiscsak egy vadállatról van szó. És akkor hirtelen kiszúrta a farkast. Ott volt, de olyan távolságban, hogy az altató lövedék, ami egyébként nem is volt nála, nem lett volna hatással. Miért nem ment közelebb? Ja, mert nem volt nála az altató. Így van. Ja, jó. Hogy szökik meg egy farkas? Ez csak az, hogy na jó, elég, köszönöm szépen, átugrik a kerítésen és elrohan? Elrohan a vattacukorárus mellett, a törökmézes mellett, kiszalad, odainteget még a kecskéknek, hogy visszajövök és meglép az állatkert kiáratán? Hát az egy körbe falazott valami, nem? Ha ketrecből megléptél, akkor még az állatkertből is ki. Megkereste a kiáratot, azt mondta, kezicsokom, kiment a forgóajtón, kirohant és bevetette magát a pécsi erdőbe? Hogy szökik meg? De állítólag a villanypásztoron átmászott, vagy át tudott mászni valamiért, ez valami mutáns farkas, lehet, hogy nagyon, nagyon fölmászott, függőlegesen áttette a lábát, és lemászott a nagyon el akart onnan menni valamiért. És akkor utána elment a Diri, azonnal? Hát de most így percre pontosan nem tudom a forgatókönyvet, de hát nyilván. Az este csak láthatták. Hol? Esti rovancs. Na, ja, esti de rovancs, hogy este végig szám, amit te mondasz, hogy van két zsiráfunk, oké, megvan, mindent végig számolnak este. Kinek tűnik föl egy ilyen? Hát gondolom az állatgondozójának. Van hat farkasod, öt.
6. Hát mert csak meg tudod őket számolni, hogy 5 volt, most már csak 6 kell lenni a 6-nak is, az 5 mögött. És a Pécsi Állatkert látogatói láthattak ilyet, hogy fut a farkas, és mögötte ott fut a csávó a vállán egy puskával, gumicsizmába, és rohan a farkas. Fekügyenek le, lövöm! Nézd, kislányom, ebben az állatkertben mindig történik valami, és fut a díj, mint döbrögi, egy brutális mordállyal a hátán, és céloz a farkas. Mi annan? Nem mozduljon, lőni fogok. Szerintem elkezdik keresni ott a környéken, és hát aztán mondjuk nem egy, hogy is mondjam, csak nem egy kietlen vidéken, hanem egy turistaúton találkoztak a farkassal, tehát nem volt veszélytelen a történet, mert ott egy turistaúton futottak bele. Nem lehet, hogy ez a farkas tudott valamit a Didiről? És még mielőtt köpött, azelőtt lelőtte? Elindult, hogy elvigye az információt. A Didi kiszaladt, és azt mondta, hogy akkor el kell tennünk ezt a farkas lábalól. Ez milyen szörnyű lehet állatkert igazgatóként lelőni a saját farkasodat? Hát nem? Borzasztó érzés lehet. Ugye? Tehát, hogy lelőni azt az állatod, ami ugye hát a te állatkertedhez tartozik, ugyanakkor nagyon szép. Hogy igen, a Didi... hát itt biztos egy okokból intézték el az állatot, ugye nyilván nem hagyhatták, azt mondta az igazgató úr, hogyha akkor szem elől tévesztik, akkor utána nagyon kicsi lett volna az esély, hogy beveti magát ott az erdőségbe, és aztán ki tudja, hogy hol találták volna meg, vagy megtalálták-e volna egyáltalán, hogy mikor. Veszélyes egy farkas, nem most nagy zajcsapok elmennek, hogy jobban figyel. Hát, ezek az állatok többé-kevésbé ezt a szocializáltak, tehát valamire hozzá vannak szokva az embereknek a társaságához, de ki tudja, hogy mi lett volna, ha mondjuk éhessé válik, és nem talál magának a természetes közegében is előfordul a táplálékot. De ott az egész erdőt le is zárták egyébként, vagy hát megpróbáltak így kitacepahózni, hogy mindenki hagyja el a helyet, úgyhogy valószínűleg van benne. De mi régen is éltek farkasok az erdőben, hát olyan lőttek rájuk, de ez nem voltak elkerítve erdők. Nem, mert igen, de az vadállat. Itt, amit a Jani mondasz, szerintem marha fontos, hogy ő hozzászokott egy picit ahhoz, hogy ember van a közelében, és embertől kapja a kaját. Na most tegnap nem a Velencei tónál bringázol, hanem Pécset, picit a Benivel, érted? Hogy nagyon benézitek az útirány. Kicsit eltérve. Hatos a estére, nem a hetesre. Az ott mi? Szerintem a tubes, de akkor nagyon eljött. Igen. És egyszer csak jön a farkas. Hát te most mit csinálsz? Te nyilván elkezdesz menekülni. A farkas meg azt gondolja, hogy nálad van. Elmondom, hogy mi van a kis kosárkám. A bodzaször. Igen. Hova megyek, és mamának visszük. És miért ilyen nagy az orra? Igen, lehet, hogy csak a mesében nyelte le egészbe. A többi állat lehet, hogy segített? Tehát, hogy lehet ez a bakot tartott a medve? Nem, lehet, hogy ez egy ilyen kollektív szökés, ott bakot tartott a medve. Igen, a teve hallgatott, mint a sír, egyébként végignézte az egészet, és a sakál pedig fülelt. Fülelt a sakál, a róka volt a kém, és két szurikát ásta a gödröt, amint kimászott a farka. Így van. De mindig ilyen rejtélyes történetek, nem? Ez is csak egy körbe kerített, nem tudom, kenelbe, vagy nem tudom mi, az megszökik a farkas. Hát igen. Lehet, hogy persze, és akkor nyilván az volt, hogy a farkas még hátra szólt, hogy ti nem jöttök, és akkor erre mondta a marabú fél lábon állva, hogy nem, ezt már fél lábon is kibír. Ezt a kis időt, ami hátra. Vagy a farkas persze. Tényleg látott egy helyes nagymamát az állatkertben, nem? És eszébe jutott a mese, és valójában elindult. De érdekes történetek, mindig olyan rejtélyes történetek, hogy hogy a fenébe szökik meg egy farkas. És nem volt altató lövedék nála? Nem, csak éles volt. Ilyen akutalászott a kis zsebeiben, csak éles lőszereket talált. Én a Dirit nem irigylem. Nem, ez biztos, hogy nagyon kemény lehet. Meg hát ők azért ezek állatszerető emberek, és nyilván kötődnek már érzelmileg is az állatokhoz, akiket minden nap látnak, etetnek, gondoznak. Ami én hiszem, hogy a Diri gondozza, nem? Lehet, hogy van a farkas a kedvence, és minden nap lemegy megcsimogatni. Hát nem tudom. Na jól van. Szegény farkas, azért sajnáljuk. Az igazgatott Piroska Jánosnak hívják, írta nekünk valaki. Nem, megpróbáltuk egyébként felhívni, csak nem érjük el. Szerettük volna, hogy elmondja nekünk, hogy valójában mi történt, miért kellett ezt az állatot végül kilőni, de nem tudtunk az igazgatóval beszélni. 3:10 lesz pontosan 7 perc múlva. Írjátok meg nekünk, hogy mi a helyzet az M3-ason és az M5-ösön. Jó? Mert az egyik helyen teljes utcár van, a másik helyen pedig nagyon nagy dugó. Úgyhogy küldjetek nekünk, hogy friss információt, hogy tudjunk segíteni. Mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 1 perc múlva. A farkas volt a Pécsi Állatkert Edward Snowden-je. Írja nekünk egy hallgató, mondom én, az a farkas tudott valamit. Gyerek. Meg kell hallnia. Az a farkas az tudott valamit. Hát most ott felújítás van a Pécsi Állatkertben. Zárva van az állatkert. Hát nincs zárva, látod, hiszen ki tudott jönni a farkas. Igen, és a farkas azt mondta, zárva van az állatkert, gyerekünk nem jönnek, mit csináljuk itt bent. Látod, belenézett őt egy-két dokumentumban, látott egy-két dolgot, amit nem szabadott volna.
Láttam, hogy kerül az alapokba. Mennie kellett szegény kis farkacskának. Az M0-ás az nem egyfelé, a 6-os útnál van a három sávból lezárva a külső, méghozzá építés miatt, ezért torlódik vissza a kis Duna hídi, kopi írta nekünk. Aztán az M5-ösön körülbelül egy hónapja csinálják a belső sávok közti beton elválasztó elemet. Jó is lesz. Gyál után mindkét oldalon, ezért csak egy sáv járható, és emiatt sokszor van ráfutásos baleset. Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk Winkler Robit, hogy segítsen egy kicsit nekünk eligazodni, hogy mégis mennyibe kerül egy ilyen Ferrari, amit összetörtek, hogy történhet egy ilyen, és mi volt a legjobb autó, amit vezetett, mert ugye a hétvégén ugye összetörtek egy LaFerrari-t, ami körülbelül 400-500 millió forint között összegért kelhet el, de láttunk 800-900 millióért is, úgyhogy hát nem fixáros az autó, lehet mondani. Dubai ügyféltől. Dubai ügyféltől, így van, találtunk a használt autón 800 millióért is. És ugye hát a tulajdonosa, aki egy olasz származású szlovák üzletember, aki Magyarországon él, azt nyilatkozta, hogy még hidegek voltak a versenygumik. Így van. Nagyon óriási. És lélekben norvég. Így van. És hát erről beszélgettünk, hogy vajon mi történik, amikor az ember egy ekkora áruautót tör össze, fizete a biztosító, egyáltalán milyen érzés tényleg kiszállni, le kell takarni, miért szeded le a rendszámot? Hát összezavarodott, hát várt, hogy egyszerre fognak eloltódni a lámpák, és megindulhat a nagy verseny. Sárga, zöld, össze-vissza minden, hol vagyunk? Igen, nem értettem maga mellett azt a Renault Megane, de aztán megpróbálta leszorítani a pályáról. Szóval Winkler Robival is beszélgettünk, valamint szó volt ugye a nagy kerítőkről, mert ugye az interneten fent van egy hirdetés, egy anyuka szeretne a gyermekének, aki 29 éves párt találni, és végső elkeseredésében feladott egy hirdetést. Arról beszélgetünk, hogy milyen kényelmetlen élethelyzet az, amikor az ember baráti társaságában is van egy nagy kerítő, aki hát az életét is felteszi arra, hogy összehozza a szingliket, és általában vadidegen nőket, férfiakat hoz oda eléd, és próbál mindenkinek bemutatni, csak hogy legyen már párod. Erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. De hirtelen lett ennek vége. Csabi, hello, jó reggelt, hello. De jó, hogy még emlékeztek a nevembe, szavaztam. Bizonyám, mert megint egy hét. Szabi, jó volt? Jaj, jó volt. Kényeztetett a hentes lány. Hogy beszélsz a laboráról, milyen a csavarnak te? Mit csináltatok, voltatok valahol? Voltunk egy kicsit kirándulni, Tarcalom. Tokaj mellett van. Tudjuk. Köszönöm finom borokat természetesen. Meg hát közben edzések voltak, tehát a fiúk járnak focizni, nagyon messzire nem tudtunk menni, úgyhogy sokat fociztunk, mert jó idő volt, ennyi. Ez jó. Jöttek édesapám, még főztünk egy jó halászlét a kertben, hát ilyen kerti volt, szinte alig mentünk be. Akkor jó volt. Nagyon. Egy szünet. Kis pihi. Nem mondd el, milyen. Hát, mint ami ennektek volt nyáron. Ez az, amikor ez a te jó három szó. Hetet ez voltál, na mindegy. És ti mennyit voltatok összesen? Csak egyet. Egyszerre. Kicsit várunk még, mind a két gyerekünk iskolás lesz. Ugye húzunk ilyenkor össze, mint a húza. Az őszi szünet. Hát vicces. Kiveszem, mint a húza. Hát muszáj. Hát most. Őszi szünet. Ott hol legyen egyedül. Hát most nem adhatok kulcsot a nyakára. Az bizony, jó reggelt, hello! Jó reggelt, ciao, nem írtad alá, hogy hívna. Petrocelli, küldtem nektek többször is már a közlekedési hírt is. Igen, nagyon szépen köszönjük, azt is, ezt most nem említettük volna, de jó, hogy elmondod. Hol hallgatsz minket? Felső Toldon. Aha, Felső Told. Nem sokat mond, ez Nógrád megyében egy kis falu, Hollóki mellett. Így már egy kicsit jobban. Lehalkítod egy pillanatra a rádió? Persze. Na, azt írtad nekünk, hogy 16 évesen már kacinó tojást tudott készíteni, Klau, irány a konyhafőnök. Ezt írtad nekünk, és hát... Ezt szerettük, ezt az SMS-t. Ha igaz, ha nem a történet, hát ezt sosem fogjuk tudni, ugye, kideríteni. Minden esetre ezzel te lettél a nap hallgatója, Petrocelli. Köszönöm szépen. Jó, köszi, hogy hallgatsz minket, küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Nem derült ki a történetből, vagy nem értettem, hogy a Klau csinált vagy hozott, vagy volt? Hozott? Én, mint hallgató, azt hallottam, hogy hozott. Tehát a Klaunál már a Dizsibe volt kaszinótojás. Elment, átbeszélgette az estét. Felmentek Gabikához, ott megtörtént a dolog, és Klau elővette a kis szajtrából a kaszinótojást. Életszerű történet. Vagy ő reggel lekecsölt egy kaszinótojásért, hogy legyen reggeli. Te nem vagy flamos? De. Hát,
pont van nálam 4 kaszinó tojás, kérlek, a kész 2-t belőle. Vagy ez nem lehet, hogy valamilyen kód, valamilyen slang, a kaszinó tojás? Hát, nem emlékeztek? Ide egy hallgató, hogy előtte tehát utalás, igen, mint kaszinó tojás, utána igen, kritika, hogy milyen volt az este. Tehát, aha, hogy ilyen kétértelmű dolog, a kaszinó tojás. Tehát tetszik, hogy kaszinó tojás reggeliztek. Na jól van, Csabikám, mi a helyzet? Lett valami új zenéd a múlt hét óta? Igen. Ne csináld, most ezzel megleptél. Tényleg? Azért, mert tudom, hogy te kicsit bele vagytok fásulva ezekbe a régi előadókba, csak őket szeretitek, de én szeretném, hogyha kicsit kijönnétek ebből a mocsárból, és mindig hozok nektek a mocsárból, ja, igen. Újabb előadókat. Most például Jamie Lawson szeretném nektek bemutatni, aki hát már nem annyira fiatal, 40 éves úriemberről van szó, és a negyedik lemezét egy Ed Sheeran nevű fiatalember jelentette meg. Talán az ő nevét már nem kell nektek bemutatni. Nem, erre nincs időnk. Tehát ő felfedezte magának ezt a Jimmy Lawson-t, aki nagyon jó énekes, nagyon jó zenész, nagyon jó dalokat ír, és ezek közül egyet szeretnék nektek megmutatni. Wasn't expecting that. Aha, kérem, aha, hogy? Hát jó, ez majd őszintén szakadom, elmondja. Igen, jó, nekem tetszik. Kimarad, mint a kaszinó tojásnál. Hívjat. Látod? Semmivel se lettek jobbak egy hét alatt. Látod, milyen rohadékok. Visszajössz is, ahelyett, hogy megszeretgetnének, magukhoz ölelnének. Te mennyit változtál. De látod, hogy valaki szeretít téged. Látod, Csabi. Hajjad, hogy megkínálnánk kaszinó tojással. 555-55-00, ez a telefonszám. Kérjétek Csabitől dalt, ha így szeretnétek, van. Mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Csáó! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.